Abszolút. Tehát a román és a, a, a latin nyelvek, azok nagyon vágnak egymáshoz. Picsába. Hát mert a latinból csinálták mesterségesen. Szia. Stock. Hello. Stock. Visszajött Fifika is. Újra kiegészült, teljes létszámmal a Podcast hajó minden végtagja a helyén, egyet sem hagyott ott szuvenírbe a medvéknek. Azon gondolkoztam, hogy mi lesz, mi, lesz, mi, lesz, velünk, ha én kiköltözök Romániába? Miért költöznék ki? Föntartod akkor ezt a dóci objektumot podcast lakásnak. Hova mész, ja, drágám? Minden, héten szerdán igen, van, egy 700 podcast kilométer. Nap. Igen. Miért? Ez a, ez a plan, hogy kimész? Hát akkor ott csak lesz valami ingatlan. Persze, persze. Tehát... Hallod, ennél a sávszélességnél még Romániában csak, is csak, csak jobb, jobb lehet. lehet. Csak jobb lehet. Ez, ez tök, tök, tök új nekem ez, a, ez az információ halmaz. Na mi újság van gyerekek? Mi történt veletek, míg nem tartottam rajtatok jótékony tekintetem? Kezdjed Mújó. Én kezdjem. <laughs> Csak azért, mert én addig... nem emlékszem rá, mert most beestem melóból, le vagyok még szedálva, vagy fel vagyok örökbe, amit... fene se tudja, és összekezdhetném a gondolataimat, hogy mi történt velem múlt hét óta. Jaj, sok minden nem történt velem az elmúlt hét óta. Agyalgattam, nyomozgattam, el egy remekbe szabott valaki Alfonsz koncertre, amit a nagyszerű Zuboy zenekar követett második fellépőként, sosem voltam még Zuboj zenekar koncerten, és azt kell, hogy mondjam, hogy zseniálisan jó volt. Úgyhogy merem ajánlani mindenkinek a figyelmébe a Zuboj zenekart is. Ezért fizettek és... neked? Nem. Hogy elmondtad nem. egy percemből háromszor a nevüket. A... Én fizettem. A vetjár. A valaki Alfonzére, valamint a Zuboj zenekar. <laughs> <laughs> és négy, végig itt, Igen, hogy mondtam, mert... végig igazam volt. Mégis azt tud, azt tudjuk, Azt tudjuk mújó, hogy a puszi Együttes a PayPal számládra havonta küldi az apanást. De hogy most már a zuboy zenekar is, azért ez már durva. Igen. Én már csak ilyen vagyok. A dohányipar, a puszi Együttes és a zuboy <laughs> zenekar pénzzel. Meg kéne húzni azért azt a rohat határt. Na, azért mégis. Csak ugyan. Hát igen. Nagyjából ezek, ezek történtek velem igazából. Sokkal több nem. Képzeljétek el, én, és most nem túlzok, nem hazudok, két-három napja fölriadtam álmomban, de nem is az, hogy nehezen aludtam el, mert mindig kurva fáradt vagyok. Nézd a jó oldalát, Sárli. Tudsz aludni, újra tudsz aludni. Hát igen, valahogy úgy, de pont nem kellett volna dolgozni mennem. És épp ezért nyugodtan akartam aludni, és ez úgy történt, hogy 5 óra. Ez mit csinál? Levetkőzöm. Jaj! Ezt nem kellett volna mondani. Tehát, hogy ilyen 5 óra 40 környékén, tudod, mikor tarkombasznak, na úgy keltem, hogy paki kiugrott a szemem, és folytatódott az, hát nem álom volt bazmeg, meg, mert a kurva izén agyaltam, hogy ú, mindjárt cigiznem kell egy hétig, hogy fogom bírni, milyen lesz, mikor leszek rosszul, mikor fog fájni a fejem, milyen fejfájás csillapító lesz folyamatosan nálam, mennyi folyadékot kell innom, és nem tudtam visszaaludni. Kész. Ennyi volt. Ez Ezen észre. pörögtél. Igen. Igen. Te durva. Na, úgyhogy hát ezek, ezek voltak, meg küzdelem a az elemekkel, meg a hóval, meg a meg az idiótákkal. És így most. Olyan események voltak itt az utolsó két-három napban, hogy a fejem leszakad, de azt majd a későbbiekben annyi legyen elég hozzá, hogy, hogy most már a tombola is probléma, fiúk. Fifika erről nem biztos, hogy tud. Majd de, 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 de. Na, de, de, ja, de. igen. Jó, oké. Okay. Ennyi. Volt. És veled, Fifika, mi történt? Mert hát te vagy a havasok réme. Hú, hát a múlt héten, múlt héten kim voltam Romániában a cége kapcsolatba eszközöltünk egy pár <kül> változtatást. Többek közt te, na, pedig Charlie a fáradt állítólag. Na mindegy, többek között telephelyet fogunk változtatni, úgyhogy Temes megyéből Hargita megyébe költöztetjük a, a céget, és bővítjük a, a, gyártás kapacitást. Úgyhogy amikor azt mondtam, hogy és mi lesz velünk, akkor azt nem viccből mondtam, mert mint egy három-négy hónapot biztos, hogy Kint kell tartózkodni, mondjuk ennek a család nem fog annyira Na jó, örülni. Na jó, most álljunk meg egy kapavágásnyira. Mikor kezdődik ez az előre be nem jelentett projekt? <laughs> Charlie, holnap. <laughs> Kedves Fifika, a podcast hallgatói több ezres fő ö, hallgatói ne, ö, állománya bázisa nevében azt mondom neked, hogy baszódj meg. Hát lesz nekünk egy podcast találkozónk, baszki! Jaj, de hát azt a 700 kilométert nyilvánvaló, hogy, hogy haza kell azért néha jönni, tehát nem lehet állandóan kint az ember ebbe a medve merevítő hideg időbe. Egyrészt, másrészt meg lesznek olyan dolgok, ami miatt szintén. Haza haza kell látogatni, de hogy az időm túlnyomó részét odakint fogom tölteni, az biztos, és ugye eddig az volt a kényelmes, hogy 50 km volt a telephely a határtól, de ez a kényelem most így el fog veszni gyakorlatilag. De akkor most ö, csak te mész ki, mondjuk még ott belővitek a dolgokat, vagy vagy arra tervezel, hogy életvitelszerűen fogsz ö, a havasokban tengődni. Megmondom neked őszintén, bár ö, lehet, hogy ezt ö, most így ö, sokan azt gondolják, hogy ö, hülyeséget beszélek, meg ó, üző, persze. Megmondom neked őszintén, hogy... Ö, ö, Csikban sokkal, de sokkal jobban érzem magam, mint, mint Magyarországon. Két, két okom van egyébként erre a történetre. Történetre, történetre, történetre. Az egyik az, hogy a, a, az ott élő emberek sokkal, de sokkal nyugodtabbak. Tehát én ott kint öregem ilyen idegbeteg embereket, mint itthon, Uh, nem látok. Milyen idegbeteg Pedig... embereket? Milyen idegbeteg embereket? Pedig biztos, Milyen hogy nem nekik... nem látsz? Nekik is vannak uh, problémáik. Uh, nem keresed! Ott sem, ott sem uh, fenékig föl az élet, stb. stb. Hát, sőt, azt kell, hogy mondjam, mert uh, mert sokkal, de sokkal nehezebb uh, odakint uh, élni az idő miatt, a, a, az infrastruktúra miatt, bármi szint fel, feletti magasság. Hát, meg, meg bármi, tehát mit tudom én, az év 365 napjából azért 120 nap mind, mindig úgy kezdődik, hogy full ködbe van a, ugye nem van a völgybe a, a város, ami egyébként három falu összenövése, és annak idején Ceausescu azért csinált belőle Megyeszékhelyet, mert így akart kitolni a magyarokkal. Mert ugye ott van a Marosvásárhely nem messze tőle, ami mondjuk egy ilyen hódmezővásárhely szintű város. Nagyon magasan fejlett kulturális szinttel, épületekkel, minden, de nem azt tette meg megyeszékeinek, hanem ezt a három összenőtt falut. Csak Áh. azért se. Igen, ez az azért se uh, szindróma, egyébként meg gyönyörű a, a, a hely, uh, nem, nem drágább, nem olcsóbb az élet, mint nálunk, tehát különösebben nincs uh, uh, így okod rá, de hogy, hogy nincs ez a fajta uh, idegbetegség, mint, mint, mint ami most már lassan erre az egész országra jellemző, az biztos. Tehát gyakorlatilag, ha kimész még dolgozni is, sokkal-sokkal de nyugodtabban teszed, mert, mert nem, nem idegesítenek föl a környezeted, a, a boltba bemint, mindenki mosolyog, jókedvű, nagyon egyenes beszédű, nincs ilyen bigfakkos, meg ilyen hátúról jövök, meg körbeírom, meg izét, tudod, ezek ilyen halál egyenesen megmondják, hogy... Mit akarnak, mit szeretnének, sokkal, ez, ezért aztán sokkal kevesebb is a, a tök fölösleges duma odakint. Szóval nekem, megmondom őszintén, hogy így egy picit a szívemhez nőtt ez a hely. Egyrészt, másrészt pedig most tényleg na, nagyon jó lehetőségünk van arra, hogy, hogy bővítsük magunkat, úgyhogy ezt intéztem gyakorlatilag a, a múlt héten. Ugye az itthoni helyzet az meg teljesen kaotikus, tehát én nagyon szívesen gyártanék kis hazánkban, de mondjuk ha megugrom az összes bürokratikus útvesztőt, és van annyi pénzem, amennyi a világon nincs, akkor talán egy ilyen nyolc hónap múlva gondolkozhatnék azon, hogy hát lehet, hogy itthon is tudnék gyártani. Szóval gyakorlatilag ennyi a, a sztori. Internet ott is van. Várjunk még azzal. Figyelj már, ez minket rohadtul nem érdekel mújóval. Tehát az, amit megbeszéltünk, hogy majd ö, kimegyünk ott valami céges nyaralóba, na azzal mi van. Csárli, van kulcsos ház, ö, ahonnan fényképeztem, azt láttad, ö, biztos. Ahol pihentek ára benne a medvék a árnyékba. Horrorára van nap per fő. Igyekeznünk kell az időponttal egyébként, mert kezd betelni, tudod, azért már most foglalják a, a nyári időpontokat, de találjuk ki, hogy hányan, és akkor azt hiszem, most nem akarok neked hazudni, de 3500 forint per fő per nap. Hát várja, ez már valami ordas nagy ezért, csúsztatás. Múltkor még úgy volt, hogy a céges nyaralóba megyünk ingyen, most meg már fizetni kell érte. Akkor nem megyünk. Hát a... nem, most átköltözött a cég. Ja. <gül> Franzba vele. <laughs> Tehát ta tavalytól ez úgy működik, hogy kulcsos ház, de ha ez téged zavar, Charlie, akkor meghívlak a cégem nevében. Mit szólsz hozzá? büszkeség is van a világon. Nem kell. <laughs> Baszta meg az anyádat a fűrészeddel együtt. <gül> <Igen>. <gül> Ú, most, most leginkább az interneten nagy alak, hogy hogy fogjuk ezt megoldani. Milyen lagok vannak ott a havasokban, baszki? Micsoda válaszidők, micsoda pingek? Nem olyan nagy baj az igazából, mert úgyis helyben rögzít, csak halljon minket bármilyen minőségben. Meg Én néhogy. azt hiszem, hogy, hogy, a kinti net, tehát ha kell, akkor nyilván még, még, azt sem tudom, hogy hol fogok lakni. De benne a cégnél ott... Egyáltalán, hogy fogsz-e lakni valahol? Egyáltalán fogok-e bár, bárhol is. De benne a cégnél teljesen uh, uh, jó a net, tehát ott valami, mit tudom én, 160 mega van, vagy nem tudom én. Ja, azt hittem azt mondod, hogy. De benne a cégnél egyébként eldöntötték, hogy nekem jó lesz az irodal, az, az, az asztal alatt fek feküdni egy matracon, spórolunk, cost-saving van, tudod. <tud> hmm. És akkor mikor indítod ezt a, ezt a költözös projektet? Holnap. Ah? Uh. Gyakorlatilag már kivittünk mindent. Most jelen pillanatban ugye azon megy a, a húzavona, illetve nem húzavona, hanem... Fingreszelés. A, a kvázi a fingreszelés, igen, hogy ki és mikorra tudja elvállalni a, a gipszkarton falazást, a Mit tudom is én, a, a levegőszűrők megjönnek-e addigra, csempézni, ki fog jönni, tehát ilyen szervezések mennek. Én azt gondolom, hogy egy nagyjából egy-másfél hónap múlva ott már indítani tudjuk a, a gyártást. Hát ez Menem. kurva jó. Hallod, mújó, jó, hogy szólt egyáltalán, vagy valami, érted? Ezt csak azt vettük volna észre, hogy nincs itt fifi mert épp még nincs internetje. Addig, addig még a, a, hogy mondjam neked, addig még a régi helyen egy ilyen, ilyen kvázi, minek mondják ezt, ilyen csökkentett munkatempóban azért haladunk, meg termékfejlesztés is történik, azt majd hogyha eljön az ideje, akkor arról nyilvánvalóan szólni fogunk, de de nagy távlatokban ez a, a sztori. Mik vannak? A... Ugye az a különbség, az óriási különbség a, a Románi és Magyarország között, hogy Magyarországon jövedéki lett a, a likvid. Ez, ez, még, ez még csak a probléma egyik fele, gyártói szempontból teljesen más a, a gyártói raktár, mint a, az, a, sima jövedéki raktár. Tehát így most utána másztunk a, a, történetnek. Az egy másik kérdés, hogy törvényi oldalon a likvid a jöve, tehát a jövedéki alá tartozó likvid gyártás még sincs sorolva. Tehát ki se tudják adni az engedélyt. Tehát maximum jó, jól átgondolt ez. Dohánycsomagoló üzem lehetnék, hogyha ha jövedéki körbe akarok gyártani. Úgyhogy ennyi a, a, sztori. Kint meg a telephelyünk az bármikor jövedéki raktárra alakítható, vagy bővíthető egész pontosan, mert mellette van a, a jövedéki raktár. Úgyhogy ennyi a a sztori, aztán uh, majd látjuk, hogy merre, hogyan tovább. Akkor izgalmas hónapok elé nézel. Igen, 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 igen. Hát meg mi is? Mi folyton? Na Csáli, de veled mi történt? Összeszedted éj már gondolatfoszlányaidat valamiféle rugalmas gumilabdészerű uh, alakzattá abba a gázóra leolvasó fejedbe. Ó, bazd meg, hogy mennél te oda, ahova gondolom. Egyébként, kedves fogyatékos, Romániába emigráló barátom, nem emlékszel, hogy mondtam, hogy fölriadtam álmomba, ennyi történt velem a héten? Nem emlékszel? Ez, ez volt a történet? Hát én kérek elnézést. Baszszeg. De nagyon laposan, mondtok, nagyon laposan adod elő. Mondhatok egy kis tízert a jövő hétből. Találkozni fogok clairvoy mm. Úristen, Mujo. úristen, hát, úristen! Mújó, életet él, Andor, hogy, hogy ez már-már egyébként tényleg kuriózum számba megy. Egyébként, Küldök fotót, dedikáltatod? Persze, persze. Bármilyen, mo, bármilyen modról készült fotót is aláír neked. Ö, hogy ö, egyébként azt kérdezte tőlem, Andor, hogy ö, veled megyek, Mújó valamikor ö, háztűznézőbe? mert hogy hétvégén kéne akkor menni, de hát mondtam, hogy annyira nem szerintem, mert vele se beszéltem meg, meg azt mondta, hogy hétvége, tehát mondtam neki, hogy a hétvége az annyira nekem nem jó, hogy csak akkor szabad gyakorlatilag a, a Nóri, úgyhogy nem biztos, hogy Clairvoyra. Hozd el őt is, van kutya, sok cica. Az, igen, eh, majdnem mindent felsoroltál, amire allergiás, fizikailag és mentálisan is. Plusz védőruha. Hát ez zseniális lenne, az meg betekerem folpakba. Ha erről is allergiás, akkor befújjuk fekete sprével a... <laughs> nem te valami az egész másra, Valami egész másra gondolsz, meg még a szájpecek is, de az Borisnak a, a, a prezidentének a, a, a setupja, nem nekünk. Úgyhogy, hát én pénteken futok össze vele, hogy végre visszaadjam a, a felfúrt saliszt, meg a aksikat, még amit neki vettem egyébként kint a Bécsi. Azt a mai napig nem sikerült ah, még átadni. Azt a Ja, és cserébe én mehetek az ő cégéhez, és fizetős parkolóba parkírozhatok, hogy odaadjam neki, amit én viszek oda. Na, ilyen világban élünk. Hát de akkor ez nem is háztűznéző. Hát igen, mert mondtam neki, hogy próbáljuk összehozni hétközbe valamikor, de ne ebédidőbe menjek, mert akkor ő táplálkozik. Hát mondom, zseniális elég illeredukáltuk a <kül> megfelelő idő time slotokat, hogy mikor tudok menni, de na, hát ilyen bődületesnek projektjeim vannak a héten. Például. Izgalmas hangzik. Se. Bele csapjunk. Csapjunk. Ami miatt jó, hogy Fifika itt van, és eszembe jutott az a téma, amit múltkor nem tudtunk ö, megbeszélni illetve Igen. hát ö, a konkrét témát. Ugye a január 1, meg az elbaszott időpontok miatt ö, úgy hívják, hogy megvan, hogy ö, keresett meg engem olyan kereskedő, akinek nem mondom ki a nevét, de majd adáson kívül elmondom, hogy ki az, hogy ö, az a baja, hogy ö, ő tudta, hogy valami lesz, ezért ö, bevásárolt és mivel bevásárolt, azért úgy gondolta, hogy ezt valamikor ki kéne értékesíteni. Na de mikor? Jött itt a január 1 hogy akkor lépett hatályba a törvény, jött egy június, ilyenkor, mikor lassan beszél az ember, mindig azt várja, hogy a másik ráfűzzön, hogy igen, június 20-án mondjuk, tehát jött egy időponttal, és hogy, hogy volt nála éppen a naftól valaki, és ő sem tudta megmondani, hogy az, ami neked nem volt engedélyköteles beszerzés, mondjuk december 31-ig, és neked raktárkészletet keletkezett, akkor azt mikor és hogyan árulhatod ki? Na akkor elmondom, jó. Mondtam én, hogy meg kell várni Fifikát. Tehát a minden kereskedő, akinek uh, nem volt. A lelkében az... dol van. De, <laughs> akinek lelke szárnyal tehát minden kereskedő akinek nincs jövedéki engedélye és mondjuk nem tudom ez kis beszélünk Charlie vagy nagy beszélünk elmondom akkor úgy ahogy van ami trafikos írt. Maradj trafikról egy picit kérlek Ficsor azt írja, konkrétan van három megye, három havi ellátására elegendő regisztrált lötyim, ami áll a raktárban, mert nem lehet kiszállítani. December 31-ig nem kellett jövedéki raktárból hozni, most viszont az új lötyiket igen, de nem hagytak időt a december 31-ig vásárolt termékek kifutására. De, 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 de. de. Fel voltunk készülve, hogy ha elfogy az, amelyik nem jövedék is, addigra megjön a jövedéki engedély is, kb. március vége. Ö... És ennyi. Aztán mondtam, hogy téged kéne megkérdezni, de azt írta, hogy te most nem szereted őt, mert konkurensek vagytok. De mondtam, hogy ez butaság. Fifika mindenkit szeret, illetve mindenkit is. De ez hülyes, de ez hülyeség. Öh, tehát, következő a, a story. A jövedéki törvény január 1-től lépett életbe. Január 1-től csak jövedéki raktárban lehet Magyarország törletén likvid. Tehát ha ő nagykereskedő, akkor csak jövedéki raktárban állhat a, a készlete. Ha ezt nem tudta január 1 előtt jövedéki raktárba letenni, akkor, akkor ahhoz nem, tehát nincs, nincs sok hozzáfűzni való, mert, mert, mert az gáz. Tehát ez az áru csak jövedéki raktárba állhat. Tehát, Ugye hogyha most szokták... van otthon ö, ö, ezer üveg likvidje, akkor az nem jó helyen van? Az kurvára nem jó helyen van. <laughs> De ebből a szempontból szerintem, Charlie, mindegy, hogy otthon van, vagy bárhol, máshol. Tehát gyakorlatilag ugye az történt, hogy hiába nem terheli jövedéki adó a december 31 illetve január 1 -e előtti beszerzést, de azt mozgatni már csak jövedéki raktárból lehet olyannak, akinek jövedéki engedélye van. Akinek nincs jövedéki engedélye, az nem szállíthat. Tehát gyak, konkrétan az történt például az én esetemben, hogy azok a nagykereskedők, akik nem rendelkeztek jövedéki <laughs> engedélye, azok 29-ig visszaszolgáltatták a náluk kint lévő árut, és én de, vagy január, december 29-ig. És én december 29-én vagy 30-án azt leszállítottam egy jövedéki raktárba. És ettől a pillanattól kezdve csak jövedéki engedélyes szállíthatja ki onnan a zárút a trafikokba. A másik megoldás az lett volna, hogyha ha kiteszi a trafikokba, mert a trafikban, miután a trafik jövedéki engedélye rendelkezik, állhat a zárú, ugye? Hogy ha, ha meg megszerzi a május 19 ig a jövedéki engedélyt, és notifikáltatja az OGI-nél a, a likvidjeit, akkor minden további nélkül a, a lejáratig árulhatják. Mondok neked egy példát, hogy te is megértsd. Ezt annak a hallgatónak mondom, aki hallgatja. Venn diagram, ahol a, az egyik kör az a jövedéki raktár, a másik kör pedig mondjuk legyen az otthoni polc. Uh, Amennyiben a két halmaznak van közös metszete, na akkor ott van a likvid. Amennyiben egy jövedéki raktárban élsz. Igen, igen, igen. igen. A másik Venn-diagramunk ugyanez, uh, két halmazt képzeljünk el, és az egyik már megint a jövedéki raktár, a másik pedig maga a likvid. Hogyha a jövedéki raktárnak és a likvidnek van diszkussziója, akkor jó helyen van a likvid. Ha nincs, ha, nincs, ha, ha nincs, nem megy egymást a két van. halmaz, akkor nincs jó helyen a likvid. Mire nem, nem, nem jó, te... az meg a matematika? Na! Ez ebből a szempontból egy, egy nagyon szar helyzet. Nem is tudom, hogy mostanság volt -e a magyar piacon ilyen, hogy forgalomban lévő áru, hip-hop egy időpont változás után, Jövedéki áruvá minősült, ugyan nem kell rá megfizetni a, a jövedéki adót, de, de csak olyan kezelheti, akinek jövedéki engedélye van. A, az, amit mondok, azért vagyok benne ennyire biztos, mert mi kettő darab jövedéki szakértőt kérdeztünk meg január elején és közepén. Január, hülye vagyok, december elején és közepén, illetve tőlünk függetlenül egy másik kereskedő is jövedéki szakértőhöz fordult, és ugyanazokat a válaszokat kapta, amiket mi. Tehát gyakorlatilag három jövedéki szakértő ugyanazt állítja. És még azért kényelmetlen ez az egész szituáció mert a jövedéki törvény nem fogalmaz a likvidekkel kapcsolatban kellő pontossággal, ezért aztán a, a nikotint nem tartalmazó likvidek is jövedéki alá esnek. Épp ma beszéltem az egyik német laboratórium vezetőjével, és ez majdnem hasra esett, hogy én a nullást is be akarom vele vizsgáltatni, amikor Németországban nem kell. Érted, Eljön, mert a nullás nem nem esi. Tehát a nikotint nem tartalmazó likvid semmi hatája alá nem tartozik. Pont. Nem jó Na. hír annak, aki egyébként föltette a kérdést. Nem, de nyugodtan fölhívhatott van. Egyébként én, én ezt a ezt a ki kinek a konkurenciai című... Csak vicc, ez csak viccből mondta. Ja, úgy okay. gondolom. De hát akkor, akkor... miért nem hívott föl. <laughs> Tudod, ez a... Fölhívtalak, nem tudom mi van. Egyébként csak vicceltem. szia. <laughs> Na, úgyhogy ez, ez a jövő, bocsánat, a múlt étről maradt meg, de nagyon hasznos információ volt, nem a józereknek. Ö, de... Ja, ami, bo bocsánat, bocsánat, ami még ide tartozik, és nagyon fontos. Tehát január első után Bárki gyárt importál az országba, az viszont már jövedéki adó alá esik. Tehát ott meg is kell fizetni a jövedéki adót. Azt nem tudom egyébként, hogyha valaki arra adná a fejét, hogy most, ö, mit tudom is én, boltot nyit, hogy ő ott, ott a mély levegőn kívül mit tudna, tudom, akkumulátor töltőt, húzalt, Vattát, vattát, üvegszálat, üres ö, ö, töltőflakont, üres töltőflakont, igen. Ö, aromát, ö, ö, külön glicerint és külön propilén glikolt. Az még talán elmegy. Ha már Szopunká összekeveri, abban már, abban már lehet, hogy belekötnének. De de az 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 kurva homályos. Tehát... Az a, az a szürke víz, vagy a... a... Hát igen, igen, tudod, ez a, a, a... Ha van sapkája azért, ha nincs sapkája azé, de ha külön tartja a kettőt, abban, ab, az beleköthetetlen. Ha összekeveri, ö, szerintem az is védhető ö, sztori, csak akkor, a, akkor az már munkás. Tehát ott már lehet, hogy leveszik a pószra, aztán mehetsz perre, meg tárgyalásra, meg nem tudom én mi, nem tudom. Tehát ez így... És Ez van már tapasztalatunk mókás. benne, hogy a per mindig addig tart, amíg a likvid megbudjon. Igen. <laughs> <laughs> igen. Igen, igen, igen. 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 Ez így mókás. De, de élelmiszeripari aromát minden további. Egy, én, én egy, egy, dologra hívnám föl mindenkinek a figyelmét, aki, aki ezzel foglalkozik, hogy azt a szót, hogy e-cigaretta, -e hogy utántöltő, azt kerülje Tehát Bármin, bármin. Veres posztó, kérem szépen. Igen, igen. Témázzunk. Uh -huh. Én egy témát Írtam igazából be most ebben a pillanatban. Ez neked is lehet, hogy érdekes lesz egyébként. Nem tudom, azt a kis könnyedhez is vehetjük. Tegnap beszéltünk róla Blackivel, illetve beírhatok még egy témát, e és benn is van. Úgyhogy én ezt a kettőt gondoltam. Kezdjük, ahonnan gondoljátok. Én átkötnék Fifikáról igazándiból, mert még egy témánk van, ami jövedéki témás, és akkor azt ki is pipálhatnánk. Látjátok, kedves hallgatóink, ennyit fejlődött fifika is, mújó is, hogy a mújó is így, így érzékenyen átköt, átköt. Témából témába lovagolunk. A naplementébe. vagyunk, mint egy hatalmas szappan buborék. No, ugye szó esett már róla, és Charlie az elcigi révén körbe is trombitálta már, de hát ha van olyan, aki valami úton módon lemaradt volna róla, február 16-áig lehet ugye véleményezni az Európai Unión belüli egységesített elektromos cigaretta jövedéki adót érintő szabályozás lehetősége itt mindenféle skálán mozog, a ne legyentől kezdve a sok legyenig mindenféle van. Néhány egyszerű kérdést megválaszolva már be lehet küldeni a kérdőívet, de egészen hosszú lére is lehet ereszteni a dolgokat, ha valaki nagyon akarja, és hogy azoknak is működjön ez a történet akik nem tudnak annyira angolul, bátorkodtam lefordítani az űrlap releváns részeit magyar nyelvre egy útmutató gyanánt, úgyhogy ha valaki netán ne találkozott volna, nem találkozott volna ezzel az információval, és csak amiatt ne nyilvánítaná ki a véleményét az Európai Unió felé a jövedéki adó kérdésében, mert nem tud eléggé angolul, az most már nyugodtan fölemelheti a virtuális pennát, és kitöltheti, mert van magyar kitöltési segédlet. Köszönöm a figyelmet. Hm. Nagyon fasz a gyerek vagy, virtuális tapsot így fejben elképzelek most neked. Ú, uh, ez vastag, köszönöm, Ez köszönöm, nagyon köszönöm, durva. Köszönöm. 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 Én meg is osztottam, ahogy érzékeltem, hogy ezt a Mujó uh, megtette, azonnal szétosztottam. Hál' Istennek nagyon sokan visszajeleztek, hogy ki is töltötték, de gondoltam... Ezt nem lehet elégszer elismételni, február 16-a még kellően messze van, hallassuk a hangunkat. Nyomjátok! Na, mi legyen a következő? Könnyed vagy hardcore téma? Jaj, bocsánat, még egy! Hát annyira hiányzott. Igen. Ezt nektek, nektek már föltettem, amikor beszélgettünk róla, hogy, hogy ez az EU, ez a végtelen aranyos naivitása az EU-nak. Olyan kérdések vannak a kérdőjében, hogy ön szerint egy képzeletbeli adó nem, hogyha 20%-kal növeli az elektromos szigaretta utántöltők árát, vagy nehogy Isten, 50%-kal növeli az utántöltők árát, milyen hatást vált ki ez a fogyasztókból, és akkor ilyen kis kérdez felelek történet. És ez a bájos naivitás, hogy 20%-kal, 50%-kal. Az EU még el se jutott odáig, hogy eldöntse, hogy mi legyen a kérdéssel. Mi magyarok, mi, hátrafelé nyilazva beelőztük, puff, 100%-os áremelés, minimum. És mit nekünk? Mit, mit szólna? Mit szólnánk, hogyha 20%-os áremelés lenne? Összetettünk a két kezünket. Látod? Tehát minden viszonyítási minden relatív, rendszer kérdése, igen. hogy hogy tudna... Egy éve még leköpted volna a 20%-ot is, most meg összeteszed a két kezed, ó, de jó lenne 20%. Ez nyilván a helyzet abszurditása miatt mondom, nem teszem össze a kezemet 20%-ért sem. Abszurd a bármilyen nulla forinton kívüli jövedéki adóteher az elektromos szigorítottak után abszurd és bolond, de de igen, igazad van, hogy pusztán a vicc igen, meg tudnánk tapsikolni a 20 ot is. Éh, mivel És befejeztem, akkor több témám most már nincsen ebben a témában. E, ez gyönyörű mondat volt, több Ugye? nincs Ugye? ebben a témában. Oké. Okay. Ma már de nem erőszakolunk kikötött, meg több témában. Ha ennyire csöndben vagytok, akkor földobnám én hogy... csapja Csapjál bele. Ez, ez egy ilyen érdekes is, filozófikus is, ö, jogász is. Ö, ma beszélgettünk erről, volt többféle vélemény, vélemény, ütköztessük álláspontjainkat. Tegnap, ö, nem tegnap, egy-két nappal ezelőtt, de a Fekete Fórumra fölkerült, tegnap pedig az adásban is megemlítettük, Neked semmit nem mond, azt gondolom, hogy Arctic Fox. A csöndből úgy ítélem, hogy nem. Nem. Van egy team, 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 az NFE team, akik egyedi firmware készítettek méghozzá joytekhez vizmekhez és és Elif, Elif, ki hogy akarja mondani, modokhoz. Ami azért kurva jó fifika, én felraktam már a ezé, en, abszolút Nem Kulák Zombie Edition iStick stick mert uh, rengeteg új uh, feature-öd, funkciód, kijelzett dolgod uh, megjelenik egyből a kijelzőn egészen olyan rengeteg uh, uh, hatalmas súlyal bíró dolog, az óra például. Tehát ez, ez, az overkill funkció. Végre egy óra, nem már. De bizony, de bizony. Őrület. De olyanokat tud, hogy például izzítás közben mutatja, hogy ö, milyen áramerősség ö, pirickázik ö, neked ott a készülékedben, ö, vagy slugszámlálód is már van, amit tudod, hogy a pikódon nincs, de már van. Ö, a temp kontrollja lágyabb lett, pontosabb lett. Egyébként én azt nem használtam még idáig, ki fogom próbálni, de VV-ben is ö, ö, finomabb lett a dolog. Tudod, finomodik, finomodik. Ö, de még nem igazán finom. És profilozni tudsz vele. Már nem <kül> úgy, mint a gyilkos elmékbe, hanem úgy, mint az iscribe e bal mondjuk a DNA-hoz, hogy csinálsz mondjuk 6-7 profilt, hogy kantál, SS, SS316, mit tudom is én, titán, Nick 200, meg az anyám kínja, és ezeket ugyanúgy el tudod menteni vele. És ezt még mind, ez a kis szaros iStick-ed fogja tudni csinálni. Egy menürendszere van, ö, boostot fog tudni a készüléked, ö, a hőmérsékletet is kírja neked természetesen, hogy a bordod milyen meleg, ö, vagy ö, tudod kezelni. A, a az ellenállást el tudod menteni, szerkeztheted a TCR-t, tudod variálni, a, hogyha esetleg ö, valami mérési eltérés lenne a készülékben, és te tudod, hogy az akazán már pedig nem 1,87, hanem 1,35 századó, akkor korrigálni tudod például hát a kijelzőt azt rengeteg féleképpen tudod, a, a, kijelző fényerőtől kezdve minden szart tudsz rajta állítani, és rengeteg-rengeteg, amit még végig se tudtam olvasni egyébként. Tehát az, hogy logót raksz rá, meg órát, az a leggagyibb dolog. De skinezni tudod, meg, az meg rengeteg minden dolog. A fekete fórumon van neki egy topik. Ja, egyébként. És amiből kiindult utána a hát nem mondanám, hogy hadd de hadd végül is csak ilyen ki a fenének van igaza ö, dolog, hogy ezt kitettem a pár ásítóba, és, ö, és utána jöttek a kommentek, mert ugye ebbe az a zseniális egyébként fifika, hogy te is megérts, mondok neked egy példát, hogy te is megérts, ugye ez, ez olyan, mint neked lenne három-négy fajta készüléked, és úgy képzeld el, hogy mindegyikhez egy és ugyanazt a romot főzöd, hogy ilyen telefonos nyelven fogalmazok Igen, ez neked. Igen, totál uh, az a feature. És uh, tök mindegy, hogy egy, egy, egy rölóra, egy VTC minire, egy, egy cuboidra, egy prezára, tök mindegy, hogy mire ezt a szoftvert fölrakod, puk, és onnantól kezdve ezeket a funkciókat tudni fogja, hát a kijelzőben ugye lesznek eltérések, attól függ, hogy milyen, meg mekkora a kijelző, de tudni fogja. Na. És akkor euh, akkor jött valaki, akkor az, aki azt mondta, hogy azért ez nálam régóta mindent visz, és berakta a MyEvic nevezetű euh, szoftvert, ami, ami az én szempontomból majdnem olyan jó, mint ez, csak pont az ilifet nem tudja egyébként. És, euh, és akkor jött egy szoftverfejlesztős rác, ö, nem tudom, de nem is lényeg a neve, aki mondta, hogy tulajdonképp az a probléma az egésszel, hogy a, az, amiből készítették alapvetően a, a fejlesztők, az ez a gerince, és hogy az a szoftver az ö, GNU licences. Tehát föl kéne rakni a repóba, megnevezni, és a többi, és a többi. És akkor ebből indult egy kis érdek ellentét, vagy hogy is mondjam. Szoftver szerzői jogi vitakör alakult helyben. Egy klémet indítottak ott, igen. És. Tehát nem lehet csak úgy létrehozni egy újat, és kiadni egy új binárist, meg a tököm amit meg ez az NFL team, akik egyébként oroszok, azt hiszem, nem tették meg, és hogy nem, azt mondja a srác, hogy nem kis ellenérzésem van ezzel kapcsolatban, mert hogy bármit tönkretehet, és a többi, és a többi. De én erre első körben azt mondtam, hogy de most egy ilyen 15 forintos modról beszélünk, és egyébként a szoftver is úgy van megírva, hogy, hogy Nekem is egyébként elbaszódott, tehát az elején tégla lett, de azért, mert ugye nekem paralel alatt kellett futtatni, és mikor fölismerte, először összedugtuk, elindult a patch, és utána, utána újraindítja magát, és akkor nekem a Parallels miatt nem a Windowshoz csatlakozott, hanem a Machez, és utána már nem tudod átállítani, hogy hova csatlakoz, vagy csatlakoz át oda, és ezért kihúztam, bedugtam, természetesen tégla, és ekkor jött az, hogy rádugtam a gyári szoftvert, az ö, szépen föltelepült, és utána már azt mondtam neki, hogy defaultban ez az eszköz csak a Windowshoz csatlakozzon, és lefutott kettő másodperc alatt a telepítés. Ö, na, és itt, itt mondták, hogy hogy így a licenc miatt, meg úgy a licenc miatt, meg mi van, ha tönkreteszed, de pont mondta a, a srác, hogy igazából azért nem tudod. Tönkretenni, tenni, mert, mert pont itt van ez a funkció, tehát nem ugyanazokat a, a... nem vagyok szoftverfejlesztő, tehát hogyha valaki az, és hallgatja, és hülyeséget beszélek, az nyugodtan kijavíthat, de ö, közérthetően ö, mondták el nekem, én is így próbálom továbbadni, tehát nem ugyanabban a regiszterbe írja magát, van egy alapszoftver, az mindenképpen ott van, ott marad. Attól függetlenül, hogy te rárakod ezt a custom szoftvert, és, és akkor utána jött, hogy hát ez a csapat viszont nem nevezte meg és a többi és a többi, aztán aztán túrtuk itt Blackivel a netet, mert hogy hát van ez a magyar érdekeltség is, ugye mert egy magyar gyerek ö, nyitotta ugye a, az ECF-en a topikot neki, aminek már van négy oldal kis beszélgetése és nézte Black is pont, hogy hogy azért vannak ott, vannak ott átfedések a van, mert kettő csapatról beszélünk, az eredetiben van mondjuk 2, 4, 6, 8, 10 ember, és abból kettő vagy három benne van ebben a csapatban is, tehát ez a itt is csinálok valamit, ott is csinálok valamit, ugyanazt csinálom, a régit már nem frissítem, az újon dolgozunk, ar arra folyamatosan jön ki a frissítés, hogy ilyenkor mi. Van, érted? És akkor jöttek, hogy de hát te se szeretnél ö, vizét, klónt venni, meg a tököm tudja, de erre mondtam, hogy ha természetesen, ha az egyiket pénzért lehet kapni, és a másik megcsinálja ö, úgy, hogy vadidegenek, és és a licenszt is dobják, és ők meg ingyen adják, akkor azt mondom, hogy értem a dolgot, de mind a kettő ingyen hozzáférhető, repóból telepíthető, ö, igazából én nem láttam akkor a problémát ebbe pláne, hogy ugyan az, az emberek voltak, megtalálhatóak voltak itt is, ott is a fejlesztő gárdában. És akkor erre jött, te is ott voltál múljó, tehát hozzá tudod nyugodtan fűzni a, a gondolatodat. Én nem voltam ott. Hát dehogy nem találok. voltál ott, hát te is kommenteltél. <laughs> Igen, kommenteltem. Hogy ez elvi probléma igazándiból alapvetően, tehát maga az a, az a guy, hogy tönkre teheti, ez teljesen igaz a forráskóddal ellátott verzióra is, nagyjából az összes open source projektnél ott szokott lenni, hogy this software is provided as is, tehát úgy van, amilyen a te felelősséget, hogyha használod, nem kötelező használni. Ez mind a kettőre igaz. A, amit te mondtál, hogy nem tudja tönkre vágni, ahhoz én nem értek, mert ez nekem nem szakterületem. De amit az úriember mondott ott a beszélgetés közben, az, az meggyőzően hangzott, hogy alapvetően ez alatt a folyamat alatt, a firmware update alatt kapcsán hozzá tud nyúlni olyan paramétereihez is magának az updaterést végző kontrolleren belül, amit hogyha megbolygat, akkor tudja úgy brickelni a, a holmit, hogy azt már a gyári firmware update sem tudod rázni. Ez számomra reálisan hangzik, de hát igazából minden ilyen készüléknél ugye az van, hogy ha firmware frissítesz nem a gyárira, akkor a garanciának annyi, tehát ez, ez, ez mindenképpen a te felelősséged. Én itt igazából elvi problémát érzek az egészben, és ez a szigorúan szoftver szerzői jogi kérdés hogy még hogyha forkolták is az eredeti forrás, mert ugye az nekem is feltűnt, amit te is mondtál, hogy a régi, amit ők átvettek, kvázi az, az elifes cuccokat nem támogatja. Tehát valami hozzáadott érték ebben az újban van, de hogyha forkolták is az eredeti forrást, és viszik tovább, ha annak GPL-es a licensze, akkor kötelezően hozzáférhetővé kéne tenni a forráskódnak azt a részét is, ami, ami GPL-es. Én itt érzek egy kis problémát, és az, hogy ráadásul van átfedés a két fejlesztő csapat között, ez még viccesebbé teszi az egészet, mert aztán nekik tényleg illene tudniuk erről, hogy hogy így van. Nem tartozik szervesen a témához, ezt írtam ott is, hogy alapvetően, hogyha az eredeti fejlesztő gárdának meg nem, ér, nem na, jósan akartam mondani, tehát hogyha az eredeti fejlesztőgárdát nem érdekli, hogy az esetleges forkok, utód, mellék, háttérprojektek, ilyesmik tiszteletben tartsák a forráskód kötelező feltüntetését, akkor miriádnyi egyéb szoftver van, amiből lehet választani, ami lehetővé teszi ezt. Tehát ez egy irgalmatlanul szerencsétlen választás volt a GPL akkor az eredeti projektre, de annyira off vagyunk, hogy ennyire, ennél oftalmiabbak van, nem is lehet. Hát nem, nem vagyunk, mert most épp arról beszélünk, hogy fölteheti-e valaki a készülékére. Bármelyiket fölteheti nyilvánvalóan, És ha garanciás a készülék garanciális, akkor a garanciát elveszti, mint általában az ilyen esetekben, de ha elég hamar lehet azért ezek a garanciák, ha meri, kipróbálni, akkor, akkor persze fölteheti. Ha bármi ebből az történik, az mind a saját felületen. Kiindulva történt, az én, és... én tapasztalatomból, hogy amikor nekem elakadt a, a, a custom firmware-terepítő, gyakorlatilag ráduktam újra a kábelt, és az eredetit visszatöltöttem, tényleg semmi hibaüzenet kiírása nélkül föltelepült rá újra, és újra végig tudtam vinni, és akkor már lefutott a a dolog úgy, hogy semmi problémám nem volt ezzel, és ilyen szempontból, amíg, tehát nekem vannak olyan hardware eszközeim, amire úgy adják ki a frissítést, hogy okosan frissítsél, éles rendszert ne frissítsél, nem tudsz downgrade -elni. Itt szerencsére ez a kiskapu is megvan, tehát hogyha valakinek nem jön be ez a, ez a kinézet, vagy ez a tudás mennyiség, vagy mit tudom is én, hogy túl pontos a TC, akkor nyugodtan visszarakhatja az eredetit, mert visszamegy rá minden gond nélkül. A linksys -nek is voltak ilyen rúterei, hogy ö, tudtad oda-vissza cserélgetni a, a firmware-eket. openvr ről már ne is beszéljünk. Mondok egy másik aspektust egyébként, ez most így beugrat nekem, hogy tök más szempont erre az egészre de fejezd be, Csári, bocsánat, csak nem mondja, nem csak én addig keresem. Hogy egy biztonság, IT-biztonsággal foglalkozó cimborámmal beszélgettem a múltkor, és ő mesélte nekem azt, hogy az USB protokollnak, a mai napig az USB technológiának van egy óriási nagy hibája, tehát ha fizikailag hozzáférsz az USB porthoz, akkor gyakorlatilag azt csinálsz a géppel, amit akarsz. És én ezt mindig-mindig gyűlöltem az aliasz meg ilyen típusú kémes sorozatokba, hogy a persze, bedugok csak egy ilyen kis flash drive-ot, és már is az enyém az egész, és évek óta a hideg kirázott, hogy micsoda hülyeség ez, és most kellett évekkel később megtudnom, hogy nem, valóban van egy mai napig nem foltozott ilyen problémája az USB-nek hogy ö, irgalmatlan disznóságokat el tudsz a, a, a gazdag követni rajta keresztül, hogyha fizikailag hozzáférsz. És ö, tényleg csak így menjünk bele a, 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 a vad elmélkedésekbe. A nyílt forráskódú projekt, és nyílt forráskódból van bildelve az te firmware felül ö, bíráló, vagy ö, az egyedi firmware, amit rátölthetsz a készülékedre, akkor ugye a soros-sora végeslen végig az érdeklődők számára áttekinthető. Nyilvánvalóan 1000 ECG-sből nulla fogja átnyálazni a forráskódját, de egymillióból már lehet, hogy lesz, aki átnézi. És onnantól kezdve, hogy zárt forráskódú ez a rendszer, és nem a gyártó adja, ráadásul Oroszok adják, mint kiderült itt az utóbbi időben elképesztő mennyiségű hiszti volt a, a, az orosz hacker támadások kapcsán, hogy én lehet, hogy kétszer is meggondolnám, hogy egy nem nyílt forráskódú orosz firmware tegyek egy olyan készülékre, amit aztán a gépem USB portjába dúdasok befelé vagy futtatgatom. Tehát van ennek egy ilyen olvasata is, a, a, az IT biztonságra rettenetesen ügyelő felhasználókat, lehet, hogy a hideg kiráza erre a gondolatra, hogy ilyen... Hát sőt, akkor fel. Facebookra sem töltenénk fel képet, mert amit egyszer feltöltünk, az az mindig ott marad. Ez már a másik véglete a, a, a dolognak, de egy ilyen egé egy egészséges bizalmatlanság szerintem megengedhető egy ilyen kérdésben. Most ez így eszembe jutott, hogy, hogy van-e van -e lényegi különbség a kettő között, vagy nincsen? A ez egy apró érdekeség, nem tudom szó szerint idézni, és azt hiszem, hogy Bill Gates mondta talán, hogy ami nem fér el 128 kilobajton, arra nincs is szükség. 640 kilobajton. 640. 140? Na, akkor Igen. mondom az infót, ez az egész kis program 128 kilobajt, Ez olyan csodálatos kimondani ezt a számot. 128 kilobajt. És itt fifikai tologatják a dolgokat, hogy mi az, ami kikerüljön, hogy a másik be tudjon kerülni. Például a Igazán én nem használtam, de a bypass funkció kikerült, mert nem fért tehát. Ez rendben is. Aztán beszélgettünk is, mert hát miről nem beszélgettünk már a számtalan podcast adásban, de én ilyenkor csak a demoszkenét tudom fölhozni példaként, ahol kategó, kategória 4 kilobájt. Érted? Jó kis 4K demó, hát kis 4 milyeneket csináltak. megírnak meg. egy, egy komplet demót, öcsém, hanggal, látványjal, minden szara. Négy kilobájtba. Na. Akkor miről? 128 vicces? Tehát az táncolni lehet. <laughs> Majd amikor jönnek az e-cigaretta demószkenék, így letöltöd az IceTik-edre, érted, azt így nézed, ó, az egy háborúja, egy, kettő, három rajta van. Egyébként, Krisztián, arra a parádra, amit mondtál, arra megvan az én tökéletes most használt megoldásom. Jailben használod a, a vagy hogy mondják, a, a Windows alatt, az a virtuális gépen használod a, a cuccot, arra dugod rá a virtuális gépre az USB-t, a virtuális gép pedig semmihez nem fér máshoz hozzá, se internethez, se az anyám kínjához. El, elméletileg. Hát azért... Na, jó. hát Krisztián, itt mindent lehet elméletileg. Tehát... PC-be, akár sandboxba is tudod futtatni. Ez tehát... a kedvencem, ez Elméletileg. A... De igen, tudod, ez a... Te, tudod ki lennél, bazd meg? Te lennél a Sheldon Cooper, tehát Te. elméletileg bazd meg, 88 dimenziót nyit magának a, a, a flipboard táblán, mert még egy dimenzióra szükségem van ehhez a képlethez. Höh, fölírok még egyet. Tehát elméletileg igen, aztán tudod Te mit? Tudod én, mit? de én, én azért sokat Christian, foglalkoztam a Christian. szoftveres virtualizációval, és az, hogy nem tud kijutni abból az izolált sandboxból, az, az egy idealizált elképzelés. Az én jélemből nem jut ki, bassza meg. Egyébként tudod mi van? Ott van nálad a podcaster euh, laptop, Szedd le, szedd le róla a neted, bazd meg, és telepíts föl arra. Vagy <laughs> még <én>, tudom is én. Bazd meg. Na jó, de érted, és Na ha. Jó én, van, tudod, én... ne telepíts föl, te, ne, nem neked való ez. Te egy ilyen. Nem azt mondom, hogy én Jó, csak tartok mondom. Tőle. Sőt, neked még az Elifis túlzás, tényleg neked a meha, bőven elég. Ö... Na jó. De nem tudhatod, hogy a haverod, aki átjön, és lemerülő félben van az iStick pikója, és megkér, hogy hadd dugja föl a gépedre, hogy nem-e egy orosz hacker programmal fertőzött iStick pikót dugja rá hát a gépedre. Ja, tudnék én neked, és nem a, nem a 10 dolláros kategóriából, hanem a, a csillió dolláros, sok tízezer dolláros router meg egyéb hálózati eszköz kategóriában mondani neked, csak egy gyártót mondok Huawei. Igen, igen, volt, amit be is tiltottak az Egyesült Államokba, ugye, hogy kormányzati uh, infrastruktúrába nem építhetőek bizonyos uh, márakájú kínai gyártmányú uh, rúterek és egyéb aktív hálózati eszközök, mert találtak rajtuk olyan uh, alkatrészeket, aminek ott nem annyira lett volna keresni valója eredetően. Igen. Úgyhogy ja, igen, hát ezek a dolgok, ezek ezek léteznek. Mindenki a saját paranoiájának megfelelően bánjon ezekkel a dolgokkal, mert tényleg, mint ezt én is megtudtam, és nekem ez egy nagyon érdekes új hír volt, a számítógépre új esmén a dolgokat, ott igazándiból kitárod az egész gépet a nagyvilág elé, hogy azt csináljon vele, amit akar. Hát de most Akármi tényleg störtént. erre nem lehet mit mondani, Krisztián. Tudod mit? Ezzel tudod hol kiveled, ki veled? Hogy nekem Na. nem az USB-re dugom rá, bazd meg, hanem a Thunderbolt porton dugom rá egy USB-re. Ho! Ho! Thunderbolt! Fuck the way! Na, de ezt már túl is tárgyaltuk. Ö, érdekes, érdekes szerintem. Aki. Tehát, Krisztián, nem mindenki kóderkedik, nem mindenkinek vannak náza szintű cuccok a számítógépén, és valaki kíváncsibb annál, mint sem, hogy. Tehát ennyire erővel tényleg. Ö, ö, és mi van azzal, aki Kínából vesz pendrive-ot? Na. Szóval a, a paranójával el tudnánk menni a világ vagy végéig, telefont. és. Na igen, vagy azon is túl. Tehát ö, mindentől össze tudjuk fosni magunkat, vagy ne, igye, ö, ne egyél finomított kristálycukrot, vagy barnát, vagy szilitet, vagy szilitolt, vagy nátszukrot, mert mindenről kiderítik, hogy káros az egészségre, erről is ki tudják deríteni, vagy ez is olyan lesz, mint a dopping az meg, hogy tíz év múlva kiderül, hogy nem csak az USB port, hanem a még tököm tudja mi is. A gondolat átvitel is meg, ott is átmegy a vírus. Szóval mindentől lehet fosni, csak van az a szint, aminél én fölöslegesnek tartom, tehát én nem fosok attól, hogy egy 15 forintos készülékre valami olyan bődületes, hatalmas, tehát egyszer dugom föl a gépre, utána utána nem nagyon van rá szükség, de tényleg, tehát mindenki maga döntse el. Ez csak egy ilyen érdekességkép hoztam a bó, be. A munkakedvéért azért érdem, érdekes volt eljátszani a gondolattal. Hát nem csak a gondolattal, mert én föl is telepítettem, úgyhogy én ugye eljátszottam, vagy játszok is vele, hát még nem volt nagyon időm nyomkorászni, csak nézegettem, hogy milyen jó pofa extra dolgokat tud töltés közben, hogy milyen hőmérsékletű az akucellád, meg ilyen dolgokat mér, amit tényleg hasznos funkció, bassza meg. Azt megnézném az enyémet, hogyan méri a szoba másik felébe az akkumulátor töltőben. <laughs> Ú, mennyire paranoiás vagy, nem mered USB-n keresztül tölteni az aksit. Annyi gebasz volt ezekkel a, a, a varivatos készülékekkel az usb keresztül, hogy nagyon szűk keresztmetszete a, a konstrukciónak minőségben az USB-töltő, és e, konkrétan én nem merem ezeket a készülékeket, a bazi nagy 18650-es aksikat az USB portján keresztül, a készülék USB portján keresztül tölteni, én külső töltőbe töltöm az összeset. Közös ismerősünk, mondjuk úgy, Szerzőtársunk egyébként fölrakott egy képet, nekem már az aksi kinézetétől is magömlésen van, nem A Tesla-nak a a, de, 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 a 20 700-as, meg a 21 700-as aksi. Ugye, és ja, vannak, já, vannak, én is. vannak ilyen modok is egyébként, de ö, meg ilyen másik aksi is, de ahogy ez kinéz, az tényleg, tehát, hogy egy aksit mi a fasznak ilyenre tervezni, de tényleg az aksi is kurva jól néz ki. Na, na, nagyon bitang szép a dizájnja, igen. De én már vizionálom itt, hogy a a a, a, káros, a piros bugyit. <laughs> nem, a totálkárosra tört teslákból majd mennek a, a magyar ö, modderek, és forrazgatják ki a Leáldozóban van a használt laptop aksik ideje, és majd jön a használt Tesla aksik ideje. Ideje. Vagy Jó. esetleg majd az autóban lesz beépített 5-10 csatlakozó, mondjuk az autó fenéklemezén. Jaj. Blacky már kiszámolta, hogy... vagy már vizionálta, hogy, hogy a sokokos majd, majd azt mondja, hogy hát ja, ezzel nyugodtan lehet egy tized ó alatt is, úgyhogy majd oda pörkölnek. Én is léptem egy vakot így aksi ügybe, mert uh, megmondom őszintén, annyira nem foglalkoztam így az akkumulátorokkal. Jó, hát mondjuk uh, Sonyt, meg uh, Panasonicot, illetve Samsungot uh, használtam, és uh, tesztelni rendeltem. Én még életet, én most hallottam először erről, de Charlotte biztos okosabb vagy nálam. Hát az, 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 az igen, akkumulátor... de nem, ez ha, hülyeség. Okay. <laughs> ez hülyeség, likvidet nem is tudok keverni. Az Csak az amit akkumulátor... elküldesz, hogy ez azzal az jó lesz. Na igen. Az az akkumulátor neve, hogy Bézen. Bázen. Igen. Igen. Az egy viszonylag jó nagy áramtűrésű, is lehet akár. Hát ez 35 ampert ír. Magán az akkumulátoron, 2800 mAh. óra. E és ami a különleges benne, hogy állítólag ez több ö, után, tehát többszöri föltöltést bír, mint a Töltési a ciklust. Hogy? Töltési ciklust. Töltési ciklust, igen. Én azért nem vagyok a töltési ciklusoktól ö, beparázva, mert nekem még mindig megvannak a több mint négy éves celláim, és amit úgy döntök, mert lemérem a... SkyRC Bluetooth-on keresztül navigálható és vezérelhető töltőberendezéssel, ami roppat kulák egyben. Na mindegy, ez ofot, hogy ö, megnézem a belső ellenállását, hát ez már gatya modba nem használjuk, és akkor belerakom a zseblámpába. <laughs> Problem solved. Tehát nekem az aksiknak így megvannak ezek a stációk, és ami már a lámpában se, lámpába se nagyon bírja, se jó. akkor azt visszük be a cégbe, és kidobjuk a és mit elemi? csináljon az, akinek nincs zseblámpája? Hát e kettő dolgot tehet, vagy vesz egyet, vagy kidobja a cellát. De jöhetsz a kérdés, hogy mi van az, akinek nincsen uh, akkumulátor belső ellenállás mérős töltője, tehát sok mindenre rá tudunk jönni, hogy mi van, ha. De de igen, jó kis tudszok egyébként. Én nagyon szeretem, nem bázent vettem, mert épp akkor nem volt, vagy nem jutottam hozzá. Én MXO-t vettem, de ez is frutti. Én jobban meg vagyok elégedve egyébként vele, mint VTC4-jel, VTC5-tel. Azt mind a kettőt használtam, és, és nem voltam elájulva a, a, a kapacitásától, hogy mennyi ideig tudtam használni. A térdelésével nem volt gond, csak egyszerűen nem bírta annyi ideig az aksi, mint ahogy én szerettem volna. És egyébként a tetves VTC négyeknek itt van előttem átfóliázva pirosra, megvettem hozzá a tetejére, tudjátok azt a kis, ami ott a gáz elvezető lyukaknál van, a felső érintkezőnél az a kis korong. Pff, fasztekről kellett vennem, mert, mert a, a Sony azt se bírta, hogy mit egy évig kiberakosgatom a töltőbe, és az úgy széttörött, szétmállott az a műanyag lemezke, úgyhogy vettem ilyet a fasztekről, azt hiszem 50 darabot 1 dollár 20 ér. De lehet, hogy 1 dollár 29 volt. Úgyhogy jó. Az... Ja, ingyen szállítással. igen. <gül> <gül> ja. Jók azok az aksik, azt magadnak vetted, vagy... A, rendeltem belőle többet, csak addig nem akarom kitenni a polcra, érted, amíg nálam nem nem uh, vizsgázott le, tehát egy pár ciklust töltök rajta, megnézem, mekkorát lehet rajta terhelni. Az mi Aztán... lenne, hogyha, majd megbeszéljük adáson kívül, hogy mennyiért árulod, mert lehet, hogy egy kettő-négy darabot én is uh, beújítani. Mert ez, ez 35 amper, de, de itt olyanokat ír, ír a gyári papírja, hogy 80 ampert is lehet. Uh, Jaj, ne, uh, ne, tehát azt sose hidd el. Ez a pulzus, meg az anyám kínja, nem? Igen. Az fölösleges. Majd te gondolom, egyébként szájjal fogod mérni, meg stopperrel, hogy most fél másodpercig nyomtam? Igen, igen, igen. 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 Az, az teljesen hülyeség. A 35 is erősen megkérdőjelezhető. Jó, de sosem használt. Én biztos, hogy nem használom Na a egyébként, Egyébként visszatérve az ice re megnyomom. 1,64 század ohm. Ja, itt a, itt a ellenállást, azt prompt folyamatosan méri, tehát nem akkor, mikor nyomsz. Folyamatosan. Nem. Vagy mégis. Vagy mégse. Kírja a teljesítményt, és nekem be van kalibrálva, hogy a bal alsó sarokban mutassa a áramerősséget. És ahogy megnyomom, látom, hogy hát ez a határait nem is súrolom, nem is karcolom ennek az aksinak. 2,7 és 8 tized amper között ugrálok. Tehát ez, ezek ilyen fékeveszett számok, fifika. Nehogy elszédülj. Tehát a bázen nagyon ki kéne hajtanod valami, valami durva cuccon. De tényleg érdekel, a, érdekel a dolog. Jó. Úgyhogy beszéljünk majd róla. Ez most 18650? 18650. Már nem is emlékszem, bazd meg. Megint szembe jött vele valami idióta mód. Nem hiszed el, bazd meg. nem újdonság, csak én nem nézegetem ezeket a oldalakat nap két darab 26-650 baz meg egymás mellett, és így ezt így kézbe tartani. Miért? Vagy hogy? Vagy? Vagy? Vagy minek? Ezek a kérdések merültek fel először bennem. Miért? Hogy minek? Biztos, hogy biztos a marka. Ja, 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 tudod így, ezért a bicepsbe. Erős, hogy. Jaj, jaj, jaj. Most egy Kemények, látom, hogy ismerünk, hogy rossz Kemények hogy... vagyunk, mint a kínaiak. Képzeljétek Milyen. el, hogy meséltem, hogy Kínában mindenki dohányzik, meg hip-hop-hop, -hop, és hát most három kínai nagyváros meglépte azt, hogy betiltották a dohányzást közterületeken, szórakozó helyen. Tehát így, így egyik pillanatról másikra. Hopp! Erről és... beszéltünk múlt héten Krisztiánnal, hogy hogy milyen, tehát neked kiveri a, a biztosítékot, és szavadat ne feled, de mikor, mikor valaki most csöppen bele, annak már ez természetes, és, és neki így innen indul az inger hogy én nem dohányoz, vagy nem elcigarettázhatok zárt térben, a munkahelyemen, ki kell mennem a dohányosok közé, és hogy őt így szocializálja ez a, ez a szabályozás, a rendszer, és kurva szerez így. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Nem, ebbe teljesen igazad van. Tehát a, a, a azt hiszem már így magámba, vagy magánbeszélgetésben már mondtam, hogy az oroszok arra készülnek, hogy 2017 után születettek, egyáltalán nevehessenek dohányárút. At soha életükbe. Tehát az azt jelenti, hogy 2017 meg 18, és így akkor, hogyha valaki az, az 2027, az 2035, 2035-ben egy felnőtt ember nevehessen cigarettát. Így van, így van. Tehát hiába leszel nagykorú, nem fogsz cigarettát venni. Nem fogsz tudni. Tehát nem, nem szolgálnak ki. Tehát tudod, lesznek ilyen nyugdíjas bótok. A, ennek az időszaknak a végére. Átom, van egy-két dohányos még, aki él, és az oda megy. Akkor majd az lesz, hogy a, a, a Snowden megy Oroszországba, a Depardi egy megy Oroszországba, meg a tököm tudja még milyen színészek, és, és az oroszok meg megindulnak, bazd meg Európa más országai felé, ahol tudod, ez a dohányzás turizmus. Egy időben Hollandiába járt az unokám, mert ott lehetett spanglit szívni. Én most megyek Hollandiába sima cigarettát szívni. Hát szóval ez, 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 agyrém. De hát ez kb. most olyan agyrémnek tűnik, mint hogy Norvégia, vagy tököm tudja melyik északi hideg ország, hogy 2020-tól nem lehet majd benzinüzemű gépjárművet venni, vagy, vagy üzemeltetni, vagy tököm tudja. És az időpont sem biztos, de hogy ezt kimondták, hogy hogy egyszer csak ők át akarnak majd állni tisztán elektromos ö, üzemű ö, gépjárműre, ami tényleg fassák, hiszen bedugod a konnektort, az a 220 az jön mondjuk a szén erőműből, de ez, ez egy újabb kérdést vet föl, hogy. Hú, hogy... most adtatok egy jó ötletet viszont. Mi rá akarod Na. kötni, Paksra, bazd meg az aksidat? Vigyáz! Nem, nem, nem. De hát azt tudjuk, hogy az EU-n belül nagyjából Csehország az utolsó ország, ahol még mindig nem implementálták a nyilvános helyen történő dohányzásnak a... a

20-20 évvel ezelőtti számokat, hogy mik, mik voltak a célkitűzések, hogy hogyan szorítsák vissza a dohányzást Magyarországon, és látványosan nem sikerül. Látványosan nem sikerül a dolog. És most na, megint egy kicsit bőlére szabadultak a, a gondolataim. Tehát szerintem baromi érdemes lenne megnézni a csehországi statisztikákat és annak a változásait összehasonlítani mondjuk a magyarral, hogy mekkora a számbeli különbség egy olyan ország között, ahol nem ö, vezettek be annyira durva szankciókat, meg ott, ahol igen ez csak így fölmerült bennem, hogy ezt érdemes lenne megnézni. Hát figyelj, tudod, hogy a kínaiak nem tréfálnak, eh? tehát ott, ott, konkrétan kiosztottak két millió jüan büntetést, érted? Mennyi egy jüan? 42 forint. Tehát a két milliót megszorzod 42-vel, az, azért 8, már 4. 4. jó. Elég jó uh, kis uh, pénz. Mindezt úgy, hogy ott egy állami dohány uh, cég van, tehát ott uh, nem kell figyelemmel lenni semmire senkire, ott az állami a, a dohány monopólium, és, és ennyi. 80... Ez három városban? 85 Igen. millió forint. Akkor szemlék. ez valami önkormányzati szintű, nem tudom én mi lehet? Persze, persze, persze. Tehát itt olyan 3000 büntetést takar ez a 2 millió jön. Jövő hónapban majd olvassuk hogy Kínából kiürült két, vá három város. Az önkormányzat értetlenül áll a jelenségen. Úgyhogy, na, kínaiak is kezdenek fölzárkozni. Ami, mondtam is, hogy érdekes volt, hogy nem, nem lehet kapni, meg nem lehet látni egy cigarettást Kínába. Illetve azt hiszem, egyet láttam Hongkongban, meg egyet Shenzhenben, azt körülbelül itt volt vége a, a dalnak, de hát Hongkongba érthető, mert ott még a birtoklás is bűncselekmény. De Kínában még nem szabályozzák az e-cigarettát, mindennek ellenére azért ott is elkezdték a, a dohányzást <coughs> visszaszorítani, vagy hát bekeményíteni. Uh, igaz, még csak így városi uh, szinten. Uh, nekem van még egy uh, uh, jó lehet, hogy már volt. Uh, a, az egyik uh, uh, na, ezek azok az ők kedves hallgatók, amikkel mindig szenvedek adás vágás Franko, közben. Igen. Tehát uh, van egy jópofa uh, cikk, ami az amerikai szabályozásról szól, ami egyébként tényleg agyament. Tehát nem tudom, te mennyire figyelted, Krisztián, a, a, az FDA trollkodását elcigaretta ügybe, Nagyon de búrva. hogy, hogy összehasonlítva mondjuk a, a hazai valami egyébként véleményünk szerint nonsens és, és túlzóan magas árakat állapított meg, tehát az köszönő viszonyban nincs az amerikai szabályozása. És nem is a cikk az érdekes, hanem az is egyébként, de szerintem ezekről már beszéltünk, hogy a több millió dollár egy terméknek a, a piacon tartása, hanem a cikk alatt vannak kommentek. És ott az egyik kommentelő, mindjárt a legelső, egy számomra nagyon elgondolkoztató hozzászólást írt. Nézzétek a cikket? Igen. Igen. Oké, okay. ott az Ed Edward Richards nevű úriember. Lehet, hogy ő beidézte egyébként ezt a hozzászólást Jó, valahonnan. Ebben. Tudom, hogy ez hova megy ki. Csak a nikotin a egy... A a neked is borzasztó lassú? Nem. Csak nekem nyílik a bicska a zsebembe. Erre a fosságra, De mondj, <laughs> ja. mondjad, Fifi. Tehát, ugye a hozzászólás lényege az, hogy a nikotin egy nagyon erős Drog tulajdonképpen. De hát mindezen tulajdonságaival együtt azért igen erős baktériumölő hatása van, illetve ugye az idegrendszerre is vannak pozitív hatásai. És hogy az elektromos cigaretta végre az az eszköz, amelyik el tudja választani a, a nikotint és a, a dohányzás okozta ártalmakat. És akkor ő fölhozott egy példát, hogy ez olyan, mint a, a rákos ember és a, a rák kezelésére használt gyógyszer. Tehát hagyjuk a rákos embert rákban meghalni, vagy ha van gyógyszerünk, akkor esetleg kezeljük vele? Vágjátok? Igen, 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 és gondolkoztam, hogy én mit csinálnék. Igen, hogy hogy, nyilván ez egy, ez egy durva hasonlat, illetve ugye azzal, hogy az e-cigaretta megjelent a, a piacon, nagyon sokan, akik egyébként nem tudták letenni a cigarettát, vagy esetleg nem is akarták letenni, mert, mert mit tudom is én, ragaszkodtak ennek a, a számukra egy-két dologban pozitív hatásához, azok most ki tudtak lépni a, a dohányzás bűvköréből, illetve... Ezt hát az, te hol olvasod? Hogy? hogy? Ezt te hol olvasod? Úgy kezdődik a hozzászólásban, van egy hosszabb rész, az első hozzászólásban a cikk alatt. Ezt olyan brutálisan félrefordított, Fifi, hogy nem is értem. Mi van? De mo mondjad, mondjad. Mondjad, aztán majd reflektálok, csak picslogok, hogy nem ezt én mondja. Ezt, bocsáss meg, én ezt most nem fordítom, kommentálom. Ja, jó, jó, akkor ezért nem értettem, ezt keresem, hogy hol van ez benne, amit mondasz, és nem találtam mondjad akkor bocsí. Oké. Okay. Tehát ugye, és még jött egy gondolata a fejembe, ma beszélgettem az egyik ismerősömmel, és valami kapcsán. Mondtad, hogy az egyik doktornak így foghegyről odaszólt, hogy te mondjál már gyorsan két gyógyszert, ami gyógyít. Kokain. Nikotin. Két gyógyszert, ami gyógyít. Ami gyógyít. Hát tüneteket kezel. Na, és akkor ez egy nagyon érdekes felvetés. Tehát csak pró, próbáltam el, eljutni a, a gondolat végére, hogy amikor ö, mi a gyógyszer, ugye mi két, két nagy monopól helyzetben lévő iparák közé vagyunk beépülve, vagy beékelődve az, az elcigarettánk, az egyik a gyógyszeripar, a másik a dohányipar. És ö, a gyógyszeripar az erősebb, ezt ugye tudjuk, ö, hétszer annyian fogyasztanak gyógyszert, mint dohányterméket, és ö, és ezen így elgondolkoztam én is, ahogy te tudod, hogy ez basszus, ez milyen kurva érdekes dolog, hogy, hogy a gyógyszerip, tehát ez ki se lehetne, és erre mondta az ismerésem: te bazd meg, ki lehetne írni a gyógyszertárra, hogy gyógyszertár, mert nem gyógyít, tüneteket kezel, ha abba hagyod, ugyanúgy visszajönnek. Jaj, ha te, ha te influenzára szedsz gyógyszert, csak tüneti kezelésed van, mert az magától elmúlik egy id idő de után. Ez, ez fifika, ez pont olyan, szerintem az érzékletesebb a példa, a fájdalom csillapító. A fájdalmad okay, nem múlik tehát el, az csak... életminőségedet állítja vissza, de nem gyógyít. Hát a, a, receptoraidat, el, a receptoraidat nyomja a receptoraidat el, el, amik azt mondják akkor, neked, hogy fáj. Akkor gyógyítana, ha bevenném, érted, azt mit tudom én többet soha nem égne a gyomrom. Vagy bármi. De nem, azt minden nap be kell vennem, és hogyha, ha elfogy és két napig nem jutok hozzá, akkor kurva szarú fogom magam érezni, mert folyamatosan égni fog a gyomrom. Tehát, <coughs> ez, ez, de tényleg ez csak egy ilyen kis kis ö, ö, eszmefuttatás volt az, az mellett, hogy, hogy minket baz meg, milyen dolgokkal vádolnak meg, milyen ordenári módon állnak az egész elektromos cigarettához, amikor a saját iparáguk pedig egy, egy gyakorlatilag nem is tudom, tehát hogyha most Saló. telefon lenne, akkor azt mondom, egy picit túl van hájpolva. Érted? És ugye a mellékhatásokról ne is beszéljünk. Tehát Igen, amikor egy... a nyolcadik tablettát szeded a, a, az ötödik, hatodik, hetedik mellékhatásainak a csökkentésére. És itt a, a srác a hozzászólásba írja, hogy, hogy ezt, ezt, most vegyük úgy, mintha egy kurva nagy kísérlet lenne, majd tíz év után ö, sokkal jobban fogjuk érteni. Akkor elmondom a mi van, mert ez az egyik kedvenc témámra is visszautal, a nefire. Az amerikai tiszti főorvos, ugye, itt azt írja, konkrétan trollkodik ez a hozzászóló, és azt írja, hogy érdekes, hogy hivatkozol a tiszti 1964-es jelentésére, de figyelmen kívül hagyod a tiszti főorvos elektromos cigarettákat érintő figyelmeztetéseit 2016-ból, és ez a múlt év novemberben, vagy mikor jött ki a tiszti főorvos 275 oldalas, hagymázas hülyesége az e-cigarettáról, amin azóta is azon röhög a, a, az egész ártalom csökkentés és e elcigaretta szakmai és szakértői brigád. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nefinek a 16 oldalas bődületesen szar tanulmányát szoroz fel annyival, hogy 270 valány oldal legyen, és ez jön ki. És tőle idéz, az amerikai tiszti főorvostól idéz, és, és akkor kezdjük el megnézni, hogy mit mond. A nikotin egy nagyon erőteljes drog, valamint egy rendkívül jó uh, álljunk meg. A nikotin egy nagyon erőteljes drog, hogyha olyan koncentrációban fogyaszták, valamint egy nagyon-nagyon erős remek rovarírtó, amennyiben olyan koncentrációban használják. Mindig tudtuk... Hozzáteszem, hogy a szádban... Ö, na... Na, az amerikai tisztifőorvos, nézzük, ahogy elkezd hazudni az első mondattól kezdve. Ki, itt információkat hallgat el, csúsztat. Következő mondat. Mindig tudtuk, hogy potenciálisan veszélyes hatásai vannak, mármint a nikotinnak, de sosem voltak olyan embereink, akik ezt a dohánytól, dohánytermékektől elválasztva fogyasztották volna. Báng, hazugság, könyörgöm nikotinos leszoktató terápiás eszközök. Mi van? Miről beszélünk? Több évtizedet felőlelő kutatási anyag vonatkozik ezekre, amit mindenki a Surgeon Generaltól kezdve ajánlanak, hogyha le akar szokni, használd ezeket. Nikotin van benne. Hogy állíthatja, hogy sosem voltak olyan emberek, akik egyébként a dohánytermékektől függetlenül fogyasztottak volna a mi nikotint? Folytatódik. Na, most majd végre képesek leszünk elválasztani a nikotin önmagában történő hatásait, a dohány dohányzás egyéb komponenseitől. Miről be ez az ember egy, az amerikai Surgeon General, az amerikai tisztifőorvos. Most majd képesek leszünk megismerni a nikotin önálló hatásait a szervezetre a dohánytermékek nélkül. Megint csak NRT termékek, nikotinos leszoktató termékek. Mi a fészkes faszról beszél ez a fogyatékos idióta? Most volt a kép, egy kísérletet folytatunk emberek 10 millióin, nagyon sokuk, aki akik egyébként nem is dohányoztak volna, de most már elektromos cigarettát használnak, abban a téfidben, hogy az ártalmatlan. De, és így és folytatódik az egész történet. Olyan, minthogyha rákgyógyszert vennél be, Amelyek a rákgyógyszerek nyilvánvalóan kevésbé veszélyesek, mint a kezeletlen rák, de hogyha nincsen rákod, akkor ezek számodra mérgezőek. Ehhez hasonlítja az elektromos cigarettát, az ártalomcsökkentést ahhoz hasonlítja, mint hogyha valaki úgy venne be rákgyógyszert, hogy nem is rákos. Érted? Szó, ennyi, és a negyedik vagy az ötödik mondatnál tartunk, és több mint egy nettó rohat csúsztatós, hazug szemét, ostobaság az egész. És ez az amerikai tisztifőorvos egészen elképesztő. Tehát tényleg rajta röhög körülbelül, és sír egyszerre nevet, és sír a, a, az egész világ ártalomcsökkentéses és foglalkozó szakmai rétege, mert ez ab, egész egyszerűen abszurdum, amit ez a fazon művelt. És itt jön a magyar vonzat, ez egy nagyon-nagyon érdekes, akartam erről is kanyarítani egy cikket, de még nem értem el oda, viszont Ékei úr beelőzött a minap a Facebookon, kiszúrta ő is azt, amit én, hogy a, a dohányzás fókuszpontnak a dohányzás visszaszorítása, stb. 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 Tehát a szakmai oldala, a, nem a Közönségnek, hanem a, a dohányzás visszaszorításával szakmai szempontból foglalkozó embereknek szóló weboldala, ahol a Nefinek az összefoglaló jelentése is fönn van az e-cigarettákról. Az elmúlt 4x év alatt három dolgot tartott érdemesnek arra szakmai szempontból, hogy megemlítsen az elektromos cigarettákról. Az első az ugye az a névtelen kommentár volt a Lancet lapjain, ami kritizálta a Public Health England-nek a 95%-os jelentését, névtelen cikkben kritizálta valaki, azóta tudjuk, hogy ez Martin McKee volt mint az kiderült, és próbálja úgy sugalni az egészet, mint hogyha a David Nutt egy nem elismert tudós, hanem egy korrupt senkiázi lenne, akit egyébként a, a dohánycégek befolyásoltak arra, hogy ezt a hülyeséget kihozza, és nem mintha mondjuk Anne megnél és a többiek, akik az összefoglaló jelentést készítették, egyéb dolgokkal összevetve megerősítették volna ezt az 5 ot Ez volt az egyik, tehát megjegyzem, egy névtelen olvasói levél a Lancet lapjain. Ez volt az egyik, amit szakmai szempontból a fókuszpont érdemesnek tart arra, hogy leközöljön az érdeklődőkkel a, a szakmai honlapján. A másik a saját borzalmasan fals kamu jelentése, az a 16 oldalas förmedvény, amit nyilvánosság elé hoztak, és azóta így teltek az évek, eltelt egy év, és a következő, amit érdemesnek találtak lehozni, szemelvények ebből a jelentésből, ebből a 2016-os amerikai tisztifőorvosi jelentésből a legdurvább szemétségek lefordítva magyarra. Ez az a három dolog, amit érdemesnek tart elektromos cigaretta témában a nagy közönség elé tárni a dohányzás fókuszpontnak. Ez az igazán durva, egészen elképesztő. Dehát ez tudjuk, kicsit hosszúra Christian, sikeredett elnézést. Krisztián, tudjuk, hogy, hogy nekik nem dolguk abból a szakirodalomból válogat, nem te válogatsz. Nekik nem dolguk mindenféle internetes írásokat átnézni, értelmezni és értékelni. Ezeket a mindenféle internetes írásokat más néven úgy hívjuk, hogy tudományos szakirodalom. Na mindegy, bocsánat, egy kicsit fölmérgesítettem magamat, de ez irgalmatlanul fölpaprikázott. hogy ha, De még csak kicsit se akarják, tehát hogy így próbálnák meg egy kicsit elferdíteni a tényeket, de nem. Csak az egyoldalú, csak a legszemetebb, csak a legsilányabb ostobaságokat gyűjtik csokorba. E, e, egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Csárléhez Ilyen... meg tegyük hozzá, burgum. Báter, Noszter, Várkert, Rakpart. Fogyatékos, faszfej már elnézést az amerikai tisztű főura. Úgy látszik, hogy a, a GPL, GNU, GPU, anyám kínja szabadalmi védjegy után ez dühíti a legjobban. De komolyan kiáll és azt mondja, fölvállalja. Most végre megismerhetjük a nikotin önálló szervezetre gyakorolt hatásait. A dohányzás nélkül. Calm down. Christian. Nem tudok, nem <laughs> tudok. Hogy lesz egy ilyen emberből tisztifő orvos, és nem röhögik ki, és rúgják ki azonnal. Egészen hihetetlen. Nem ez a hihetetlen, hanem hogy te hogy nem vagy tisztifő orvos. Na jó, hát Nincs végzettségem, viszonylag könnyen ki lehet deríteni, hogy mi az oka ennek az anomáliának. ilyenkor, csak oda kéne neki linkelni, a, azt hiszem a Pfizer oldalán volt kinn a tévhitek, a Nikotiro című kis összefoglaló. de olyan hülyék vagytok tényleg, hogy már nem tudok tovább menni így hogy, hogy úgy működnek ezek a kormányzati szervek és az ő számítógépeik, a, a, biztonság és információ biztonság és technológiai jegyében ugye USB-t nem lehet bedugni, ezt Krisztiántól tanulták. A másik pedig, hogy nem enged külső hivatkozásokat, mindenféle szedet vedett linkeket, lehet, hogy vírus tartalmaznak azok a tanulmányok, nem kattinthatod azt csak úgy meg, és ezért nem tudnak róla. Szerintem ők csak a WHO Facebook oldaláról tájékozódnak. Tényleg, egyébként... van a WHO-nak Facebook oldala? Egyébként... Van, az FCTC-nek is van külön Facebook oldala. Nem vicceltem most egyébként a megkattintással. Én már találkoztam olyan céggel, akinek azt mondtam, hogy elküldöm a logokról a képernyők másolatot, és adtam egy Dropbox linket, ő azt nem tudja megnyitni, le vannak tiltva a külső domének. Na mondom, jó van akkor. Krisztián, hogy lenyugtassalak, egy, ö, egy, egy 34 es záró témát bedobhatok? Tóbián Csárli, de akkor rövidebbre várjuk az adást, mint amennyi témát. Na, mi az, hogy rövidebbre 1.34-nél járunk, és azért, Jó, hogy jól, téged jól, büntesselek, jól, hogy nem a mikrofonba beszélsz? Letettem, de jó van, igen, lenyugszom, lenyugszom. Hallgattam. Igen, és tulajdonképp most nem az asztalon ö, kaszmatol Krisztián, hanem a, a szívverését halljátok, ahogy dobog, úgy föl van idegileg. Végig, ahogy itt beszél velünk, végig ideg állapotban van. Na, amitől én kerültem ideg állapotban, az a kulákmot szagának neveztem el egyébként, mert ö, majdnem azt mondom, hogy Krisztián, de nem Krisztián, hanem van egy... Ö, egy másik kulák az országban, akinek van három darab gyönyörű módja, moria, és ismerjük is őt egyébként, Beline a gőzlértárs, és úgy döntött, hogy megszabadul ezektől a csipcsup szaroktól, és fölrakja őket. <laughs> Én nem is tudom, hogy, hogy jött ki az agyából aki egyben őket a bőrzére, és odaírja alá, hogy egy millió forint. Hát azt hittem, leesek a székről, amikor megláttam, nagyon kevés. És ö, soknak tűnt, de... Hát így így elsőre igen. Igen, de másodjára is, de mikor összeadogatod, hogy Gepi, meg ez, meg az, meg a maz, akkor azért kijön, sőt, még szűk is, és... Ö... Ez olyan, mint origó vagy index kommentelhető cikk alatt garantálni lehet, hogy az ötödik posztig biztos, hogy lesz egy olyan, hogy erről is Soros tehet, Orbán vagy Mészáros Lőrinc vagy esetleg a Louis Vuitton táskás kihordó fiúk. tehát Vagy az elmúlt nyolc év. Igen, 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 igen. Ha meg nem az, akkor meg az elmúlt tizenhat. Igen. Szóval itt is megjelent egy nem be, nem tudtad eladni egybe, azt most, mert ugye kitalálta, hogy akkor ez, ez úgyse fog így elmenni, legyen az, hogy fix, 200 darab tombol a szelvény, 5000 forint per szelvény. És megvan az esélyed, hogy egy 4-500 ezer dolláros modot 5000 forintért mondjuk. Tessék? Nem 4-500 ezer dolláros, hanem Bocsánat, forintos. Bocsánat, forintos modot az a vigyél, mondjuk 5000 ér. És jöttek a, ú, ez nagyon izé, nagyon fasz, nagyon jó, már ott osztogatták le egymás közt, hogy ki milyen tombola szelvényt akar venni. És jött hogy. Nem sikerült eladni. Ha, 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 nem sikerült eladni. Most jössz ide baz, meg eladni külön. De összeszoroztam, ez úgyis kijön egy millió. Hát mennyi eszed van az, meg szerintem ad be az mta ahhoz a jelentkezésedet. És utána jött az Overkill mondat. Kedvencem, mert, mert mindig lehet az ilyenekkel példálózni, hogy hogy undorító férgek vagytok. Egyébként meg majd megyek azt a navnak, fölrakom a Facebook oldalára, mit szólnak hozzá. Megyek is magamtól, nem kell nekem ilyen, hogy kirúgjatok, köcsögök. És bazd meg, így, én nem akartam elhinni, hogy tényleg lenne valami kis jó az életbe. És akkor után természetesen azt mondta, hogy hát jó van, akkor nem lesz. És ezt, ezért is fakadtam ki a saját Facebook, már hogy az egyszigit oldalon, hogy hogy én nem azt mondom, hogy tényleg, hogy olcsó, meg, meg, mit tudom is én, de hát azért mégiscsak egy nagy értékű, és hát három nagy értékű mod, és 200 az egyhez az esély azért az nem piti, úgyhogy háromszor húznak a kalapból, tehát az esélyei csak javulnak, és, és hogy miért kell ezt is elbaszni? Azoknak az embereknek az örömét, akik tudod, egy-másfél egy, egy, egy másfél hónapig így így álmodoznak, gondolkoznak, lehet, hogy nem jön össze, de mondták, hogy cigire is dobtam már ki többet, és, és akkor utána ez mégse. És itt jött a csavar, hogy a Beline van annyira jó értelembe vett hülye, hogy azt mondta már, hogy ugye nézte tegnap a jtr hogy mennyire be voltunk mi is lelkesedve, meg a, azok, akik nézték, és mondta, hogy a dupla fakjú, tudjátok mit? Lesz tombola. Úgyhogy a tegnapi naphoz ennyit tudok update-ként szolgálni, hogy mégiscsak lesz tombola, és ö, lesz sorsolás. Kicsit más, hogy négyezer ér, ö, nem annyi szelvény, csak száz, de azt meg nagyon metál így is, egy, azt hiszem, hogy egy sorsolás lesz. De így legalább egy mod itt maradhat közöttünk Magyarországon. De hogy, ö, na szóval, amint kifakadtam, hogy, hogy megdöglött a lovam, a szomszédé is dögöljön meg, hogy ezt a mentalitást nem tudjuk kinőni, elfelejteni, ez, ez borzasztó szomorú. Én meg sem bírom érteni, Csárli, hogy hogyan van összedrótozva vannak az embernek az agya, aki ilyen dolgokat képes kipréselni. A, Bocsánat, a, a és a állítólag ecig e is, ugye? Hát benne egy ecig is csoportban ben van, és, de, de mint hogyha kényszerítenének bárkit bármire. Kell venned Akkor... Milyen, milyen, mi a gusztustalan ezen? Mi ezen a gusztustalan? Ha nem, ha nem a... veszel tombolát, ki leszel baszva. Ja, mert valami, valaki más is ráfűzött, hogy azt, ha nem nyerek, akkor ugrott az ötezre. Hát, igen. Így, igen a Segítek, igen. ilyen a tombola, de egyébként a, mit tudom de van én... Van garantált tombola, csak meg kell venni az összes szelvét. Igen. igen, de hogy segítette, nekem sokkal jobb esélye van, mint a lottojtösnél, azt ott nem reklamál pedig aztán feladja a szervényt, ezt úgy se nyer. Mert megmondom a frankót, biztos nem fog nyerni. Szóval én, én, nem értem, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi lehet annak az embernek, annyira másképp működök, én, vagy, elképzelni sem tudom, hogy mi motiválta arra, hogy ilyen reakció legyen. Ez annyira elképesztően lopok a szerzőtől, gusztustalan, annyira gusztustalan emberi mentalitás, hogy, hogy ez valami ilyetetlen. Jézusom! Én sokat gondolkoztam rajta egyébként, hogy beugorjak egy ilyen tombolába, de igazándiból nem tudnám értékelni egy ilyen szépséget. So sokkal jobb helyen van bár bárkinél máshol, mint nálam szerintem. És aztán nem, de, 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 de miért ne lenne szíve joga bárkinek, hogy egy ilyenbe vegyen részt? Aki meg nem akar, az nem vegyen részt benne. Ennyire egyszerű. Én, igen, igen tehát ez nem, ez nem az a tombola, ami volt ezelőtt egy-két évvel, hogy ö, egy évig vehetsz tombola szelvényt, és majd utána ki lesz sorsolva, és nem lesz semmi a sorsolásból, hanem február 12, ennyi, ha elmegy, akkor, és a többi, és a többi. Fifi, azt nem biztos, hogy tudod, hogy egy Days The Nine stapfa úgy néz ki, az meg, mint egy pitbull, nagyon durva, és a sorszáma nulla, nulla, nulla. Tehát Néztem ez, ez a... nem az a 139-es, nulla, nulla, nulla. Van hozzá kústartó is. Hát ez ebbe az árba már belefér. <laughs> Igen. Néztem a, a készülékeket, tényleg marha szépek, de de vonatkoztassunk el attól, hogy ez egy cigaretta. Tehát mondjuk, hogy, hogy ezek műalkotások. Oké. Okay. Oké. Okay. Hát és. Az, az, ezt aláírhatjuk. És valaki azt gondolja, hogy passzus legyen jó három embernek az országba, nem akarom én ezt amerikai oldalon hirdetni, ott úgy is elvinnék, maradjon itthon, sőt még a postaköltséget is kifizetnék, maradjon itthon, legyen va valakinek tényleg a gyűjteményében egy olyan cucc, ami ö, örökös darab, élete végéig erre büszke lehet, még az unokája is nézegetni fogja. Valószínűleg ezeknek az értéke egyébként nem csökkenni fog az idő múlásával, hanem növekedni. És erre jön egy ilyen. Komolyan mondom, ez a, ez a rákosi korszakot idézi föl bennem. Jön egy ilyen ember, emlékeztek a hofira, ceruzája van, papírja van, mit csináljon? Főjelent. Meg könyvet írni, baz meg, nem tud. Érted? Kö... Könyvet írni, nem tud, baz meg, de főjelentést, azt igen. Érted? Már tudja is, hogy hova fogja megírni, meg milyen ügybe, érted? De barátom, ehelyett írja mesét gyerekeknek. Vagy csináld azt, amit én, hogy, mit tudom is én, papír repülőgép hajtogatásról írsz egy szösszenetet. Vagy bármi, érted? Legyél kreatív! Legyél kreatív! Ne köcsög legyél, kreatív! Azért a kettő közt óriási különbség van, mert Mind a, a köcsögök azt a vazekos, mert Közel van az ABC-ben. De azt megjegyezném... Meg a fény. Vagy megjegyezném nektek, hogy micsoda borzasztó nyomás lehet itt az embereken, és lelki terror, hogy azt hittem, hogy tudod itt majd egy-egy szelvényeket kettő, kettő, hét szelvény. Így egy csávó így bedobja, itt a lista, itt az enyém. Kész. Ezt ennyi bazzeg. Tehát hétszer 4. na. És, és azt nem is mondtam, Fifika, hallod? Ez még a, ez még a, ez a butatról, tudod, aki a saját nevén, fényképével paraszt, de bazd meg, mikor van egy Google Docsi, hogy ebbe írjátok, hogy ki mit szeretne számot. És nem tudom, mert nem is néztem meg. Beletrolkodik bazd meg valami faszom tudja szöveget valamelyik, hogy mit tudom és Nem tudom. Tényleg oda nem illő, hogy meghúznám az anyát csöcsit, vagy valami hasonló. És akkor írta be a, az egyik admin, hogy hogy, hogy <laughs> biztunk az emberek józan ítélő képességébe, tévedtünk. <laughs> De, de, tényleg. De tényleg. Nem, tehát, egyszerűséggel, én, igen. Én, én... Én, azt, azt látom, hogy, hogy komolyan mondom, egy-két csoportban, tehát síralom ez a, ez a, tehát ugye a magyar ember lassan már írni sem tud normálisan. Ez a, ez, a, neon vagyok ok, meg, tehát így nézett oda, ahol, mi a faszt akart ez mondani? Tehát, ez a lassan úgy érzem magam, mint a mézga családban az öreg mézga. Érted? Mit mond? Igen. Tudod, mi a különbség a vok meg a vagyok között? Egy agy. A vokba, a vokba én, én főzni szoktam. Tehát nem, nem az, nem az, hát a vok nem meg a vagyok bodja, az igen. agy. Pont egy agy a különbség a kettő között. Na csak leesett neki. Igen. Írd le, papírra írd le, le fog esni. Oké, okay, okay, zseniális. Azt mondja egyébként a Filip így bekommentel, így finoman, ebben esik szél van. Az nekem egy ötezre tér meg. Jaj. Szóval Hő. tényleg, mikor emberek így tudnak örülni neki, hogy, hogy ilyen van, azt írja, jaj de jó, ne hagyjátok magatokat, az ilyen trollokat el kell földelni. Szenzációs felajánlás, köszönet a készítőnek, vannak még rendes emberek. Pedig hát aztán tényleg egy a százhoz az esélyed, hogy megnyerjed, az jó, nem jó, fene tudja, honnan közelíted meg. Én se nyertem most, a, én a Enekvádrónál ugye támogattam azt a beteg kisgyereket, és akkor azok közül sorsolt a Giorgio, Ö, ott se nyertem. Na azt akkor bum, mi van? Hát egy, nem megpróbáltam. Nem őket, Nem jelentetted föl őket? Bárhol. Az meg nemzetközi elfogadó parancsot adok ki Nápolyra is környékére. Írjál névtelen e-mailt az Interpol. Interpol? Zseniális. Jaj, Blacky, tessék mondani, a Misi közjegyző úr hitelesíti a sorsolást. Jaj. Jaj. Na, szóval ja, egyébként jól jól jól. aki, amelyikötök megy, megy le oda, amit nem mondok ki, mert zárt körű, de ha te Fifika ott leszel? Vagy dolgozó? Nem, nem csíkba leszek. Ja, csík. A... Te elhúzod a csíkot, szó szerint. Elhúzom a csíkot, igen. De jó, te se? Én sem. mindegy, mert oda lemegy a Belinea és leviszi egyébként, tehát meg lehet tapizni ott. Pont most hétvégén. Na, de szép számmal látom, itt veszik négyesével. Valaki a családnak mondta, hogy veszek kettőt, aztán mondta, hogy a feleségem is, de hát te már vettél kettőt. Ja nem úgy, a felesége plusz kettőt. Na, tehát lehet így is. Családban maradjon. Ja, és is képzeld, el mikor az és lesz, és a feleségem is. Tudod, ez a, az én szelvényem nyert, nem a tiéd, apjuk! Ussolj, ad ide! Vigyázzál rá, csak akkor adom oda. Ja. De hát, szóval... de még mindig nem értem, hogy mi játszódik az ember fejébe, hogy, hogy majd a nap, majd utána. Ez nem a nap, az meg egyébként a szerencsejáték főfelügyelet egyébként is, de, de hogy ő, ő azt, azt, már kifizette egyszer, és nem ennyit, hanem többet. És, és utána ezzel, bazd meg, tehát ennél piti ennerebb és guztustalan, hogy mit fenyegetőzik valaki, akinek köze sincs hozzá, meg szerintem egyben nem látott annyi pénzt, nem akarok gonoszkodni, de miért? Miért fáj az neki? Nekem szerintem ajánljunk föl neki egy tiszteletbeli díszpozíciót a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet dohányzás fókuszpontjánál, mert hát mit nekünk dohányzás fókuszpont, hogyha a közösségen belül ilyen gyöngyszemek mászkálnak? Egyébként nagyon-nagyon mérges voltam én is rád, és irigykedtem, mikor láttam, hogy te is kaptál ö, rendezői pulcsit például, basz meg. Vagy te is nagyon irigy lehetél, mikor láttad az aranydvarvomat, vagy, 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 az FMB-t, vagy... Tehát, ugye? Akkor is jelentettem ugye? A picsába. Ja, ja, igen. Meg nem is tudtál aludni két napig, hogy írtad a feljelentést. Még azt akartad, hogy én nyomtassam ki, emlékszel? Igen, igen. Na, az lenne a stíl. Charlie, ki tudnál nyomtatni utána? Adj csak, ad csak föl az én nevembe. De, de, miért van rajta az én nevem? Hát, hogy euh, semmi, 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 majd megbeszéljük. Ne foglalkozz vele. Igen. <coughs> szóval ki ilyenkor... Nyomtatnád, de színesbe. <coughs> ne legyél smucig. De alapvetően ugye, azért elkeserítő, hogy az élet minden pontján vannak ilyen, ilyen faszok. Már más szót nem lehet rájuk mondani. Ilyen megkeseredett emberek, az élető megkeseredett, hogy tényleg ne legyen jó a másiknak se. Mert jött a másik is, hogy akkor akkor, akkor mi van, hogy nem nyerek és akkor úszott a pénze. Hát, ja, igen, így ahogy mondod. De senki szóci nem szóci tudja garantálni. A az milyen De lenne? ha te nyersz, akkor a többi pénze úszik. Igen. Én azért is gondolkoztam rajta, de aztán még se tudod. Nehogy az legyen, hogy hogy én egy megnyered és akkor meg én azt a terhet, én azt a terhet nem venném a vállamra Charlie. Mi lenne? Azt a nem az, hogy én, hanem tudod biztos összejátszottak, meg mit tudod, és ez. Jó, egyébként szerintem, hogy vannak ilyen emberek is, igazából nem, csak most eljátszom a gondolattal, mert. Na jó, nem úgy, de jó. Jó, hogy vannak ilyen emberek is, mert egy egészséges kontrasztot adnak. Tehát ilyenkor, ezek után, az élmények után, még ránézel mondjuk arra a gőzlértársadra, akit egyébként nem áll annyira közel a szívedhez, még ő is szepszínben tűnik föl egy kicsit. Olyan ez, mint, mint néha székletbe lépni az utcán, hogy igazából nem tanulod megértékelni a nem székbe, székletbe lépést, egészen addig, amíg nem lépsz bele egybe. És onnantól kezdve mindennek más szaga lesz, ugye? Szó szerint. hogy ilyen, ilyen, megközelítésben áldás, hogy vannak ilyen, ilyen bizarr keretének is. Ezt rosszul mondtad, Krisztián, mert nem a, a szarba lépést tanulod megértékelni, hanem azt, hogy, hogy eddig nem, folyamatosan nem léptél szarba. Igen, Tehát, hogy az, igen, az, igen. az milyen jó, hogyha nem lép szarba, mert addig eszedbe se jut. Úristen, nem lé... de jó, nem léptem szarba. Egészen Mint a két rendőr, így... te szar, aha, még jó, hogy nem léptünk bele. <laughs> a klasszikus vicc, és elnézést kérek minden rendőrtől. Megvan van bocsájtva, de hát trollok mindenütt vannak. Ezt nem tudjuk kikerülni de annyira nem, hogy, hogy engem fölhívott egy darab tról. Ne bazd már. Ma. de, de. De fölhívott ma, hogy... hogy várja, várja. Fölhívott ma, és azt mondta, hogy hamburger van. <gül> <gül> Halló, kis lakás. <laughs> nem, nem, nem ez történt fölhívott, és ö, ö, fölháborodva mesélte, hogy, hogy ő betette a nikotinos utántöltőt a kosarába, és nem tudja kifizetni. És mondom, mindez mikor történt? Ja, hát még tavaly. Hát ez, ez elképesztő, mekkora paraszt egy webshopod van, bazd Hallod? Várja, várja, várja. figyeld! Jól meggondolta ezt a vásárlást. Krisztián, Krisztián csuk, csukjátok be a szemeteket. Képzeljétek el, Kovács 13 e hűmérül a gép előtt. Azt mondja, itt van ez a 10 milis. Várnom kell, várnom kell, de megrendelem, csak még nem fizetem ki. Vár, vár, egy hónapot megjön a fizetés, és addig fifikáikhoz beérkezik ugye a megrendelés, de még az összeg nincs kiegyenlítve. Ekkor a kolléganője felpattan a megrendelés beérkezésekor, a borítékkal a hóna alatt odarohan a pulthoz, beledobja a likvidet, a számlát előre kinyomtatva, belehelyezi, de mi a kezével csak így fogja, tudod, a tépő zárnál, hogy, hogy letépi róla a fóliát, és már is ragasztja le, ahogy beérkezett az utalás is, hogy a harmadik nap már így ásítva így ül, hogy... Ah, oh, még nem jött, még nem jött, vár. És van fifikáiknál direkt erre egy ember, hogy ezeket a long-term utalásokat így nyomon kövesi, így ül a gép előtt, is, és vár egy hónap. Na bejött, bejött, bazz, meg ragaszthatjuk, pesgő durrantani. 1100 forintért valaki megrendelte, most hasra ütöttem valamit. Tehát egy komolyan, Emlékezetek vissza a premiéres támogatásnál is ez volt. Hát figyelj már, hát az az én jegyem volt, hát azt vizétem már, rezerváltam magamnak, kifizetted. Ja, hát azt nem, de hát az nem volt attól még az enyém, hogy majd utólag kifizetem. Nem. Óriási milyen emberek vannak. De, tehát várj, mert a, a sztori ettől szebb, tehát ő betette a kosarába. Most nálunk úgy működik a webshop, hogy bepakolod a kosarat, és kilépsz, akkor a kosárba ott marad a, a cuccod, és aztán folytathatod a vásárlást bármikor. Érted? Igen. Tehát Kivéve, hogyha mondjuk 2017. január egy közben Igen, ez így bepakolt a kis ez... kosarát, érted? Elnézést, uram, De... azt az S... ízt három éve kivezettük. De hát én beraktam a kosárba. Hát azt minek vezeti ki maga? Maga így kikapkodja a kosárból, amit én már beleraktam? Hát milyen va... eladó? Benne volt, az már az enyém. Igen. De így bepakolta a kosarát érted frankon, de nem ketett, nem, nem, ilyen 10-20 ezer forintos vásárlást indított, mert utána megnéztük a, a sztorit, és, és nem, tehát nem, fizetett, meg semmi, meg nem zárta le a rendelést, úgy fogta, kilépett a gépbe. Neki tudod, az én ilyen gyűjtő, érted... nekem a faszteken szokott ilyen lenni, hogy így két-három hónapig így pakolgatok bele, és ezt ah, és... csak azt látnám, hogy discontinued. Hát, mondom, erről lecsúsztam, akkor ezt szedjük ki a kosárra. Majd érted, eltelik, mit tudom én, három vagy négy hét, és azt mondja, hogy na, akkor fizetek. És nem bírja kifizetni, mert hát, ugye a rendszer így, így van kitalálva, hogy am, ami nincs, azt nem tudod kifizetni. És tök fölháborodottan érted, fölhív, hogy, hogy ez mi, ez mi, ez mi. Hát te mondom, figyelj, egy... Közben évet váltottunk, nem tudom, vetted észre, hogy így idő. Lehet, hogy a kínai új év szerint számol. Tehát, hogy közben új évet váltottunk, meg hogy nincs ez a termék konkrétan. Tehát, hogy ezt nem szállítjuk Magyarországra egyáltalán. Jó, akkor majd szól. És tudod, mi a megdöbbentő, hogy azt mondja nekem, hogy akkor majd szól XY-nak, mert az múltkor is házhoz vitte neki. Oké, okay. ennyi. Tehát én, én erre már tényleg nem tudok Ezek mit az overkill mondani. érvek. Tudod, akkor tehát, megyek majd máshoz. Tehát máshoz. Hogy mit várt? Figyelj hogy, már hogy azt fogom mondani, bocs, akkor akkor hónap én személyesen kiszállítom nek, neked alsó bivaj basznádra érted a a cuccodat. És vagy minden alsó vivaj basznaditól elnézést kérünk. De majd, amikor ja, hogy... mondja, hogy majd megyek, akkor máshova nem vásárolni. Szó, szólsz az edőmérnek? bocs, bocs, akkor akkor mégis inkább jövédékivadók csalók gyorsan. A kedvedért. Skoolye. Én abszolút ki, ki vagyok. A, a, a másik sztori, amikor ott, ott, ott fölhívnak, hogy te hova lett a ez, ez a cucc? Hát mondom, bazd meg, hát jövedéki termék, nem, nem, szállíthatok belőle. Nem, -a. de! <laughs> kész! Te mondom, azt, hogy nem, nem jársz emberek közé, vagy nem olvasol újságot, vagy nem hallgatsz rádiót, vagy mi van? Well, fifika, a fifika, <laughs> fifika. Nem, -a. valahogy azért csak meg tudjuk oldani, nem. Nem kell számla. <laughs> nem kell számla. Hagyjad, francba, nem kell számla. De nem, tehát nem, nem fogjuk tudni megoldani, sajnos az a... Az a repülő már leszállt. Mi se tudjuk megoldani, hogy tovább menjünk az adással, mert ö, nekem körülbelül egy órája kell pössentenem. Oké. Okay. Úgyhogy... Ö, Megvárjuk még behugyazol. <coughs> Krisztián, van valami jó témát? Köszönöm Én még azt szeretném elmondani az amerikai tisztifőorvossal kapcsolatban. Teljesen lenyugodtam, srácok, a, a kis podcast asszisztensem stoppos cica elaludt itt mellettem menet közben, és így ránéztem, és így elillant minden mérgem, de van ilyen pavlovi reflexem, tehát mostanában úgy vagyok, ha azt mondod nekem, hogy tisztifőorvos, akkor így megemelkedik a vérnyomásom. Ja, tudod, így hát, majdnem azt hogy tisztifőorvos, így tík, kipattan a szemed. Figyelj már, Krisztián, Podcast adásban ezt elfelejtettem mondani, de tudod, mikor fölkeltem hajnalban? Azt pattant ki az agyamból, hogy komplex a dolog, figyelj. A segítségedre van szükségem, nem bírom egyedül a terhet. Várj, Csáli! Soha meg, ne nem. Szóval, nem, nem a ö, pöcsömet kell tartani a pisilés közben, hanem hogy Ugye tudod, jövő héten nekem kezdődik a szága, a dohányzás szága, már a melóhelyen is igen, tudják. Igen, Azt találtam én ki, hogy gondolkoztam sokat ezen, hogy legyen egy összefoglaló videó, vagy legyen napi. De úgy... Biztos, hogy nem lesz. Már Ahogy hogy... én téged ismerlek, egy hetes dohányzó reality csinálsz belőle. Próbálom Hocsa. folytatni. Tehát akkor lesz nekem egy olyanom, hogy egy mínusz első nap, amikor elmesélgetem, hogy mi van. Nulladik naptól egészen a végéig, minden nap egy-egy adás. Nem adás, tehát tényleg ilyen tizenperces a napi élményekkel. És hogy hogy tudnánk egy picit megbúztolni ezen gondolkoztam éjszaka, és nem hiszed el, bazd meg, hogy tényleg erre ébredtem. Mi lenne... No hogyha ezeket a videókat én megcsinálom úgy, hogy ahogy vége van a napnak, én azt megcsinálom, megvágom éjszaka vagy este, sokat fogok aludni, rengeteg lesz, kiteszem a Facebookot, akartam mondani, de Youtube-ra, és mivel én másnap megint forgatásba vagyok, meg ideg hogy tudnál le annyival segíteni, tehát ez egy nap ilyen 10-15 perces anyagok, feliratozni angolra. Nem tudom, hogy érzed-e, hogy mire akarok kiukadni. Igen, érzem. Ö, azért lehetne ez jó, mert többek között, hát ha egy pici busztot tudunk adni mi is a, a vizsgálat publicitásának, majd, hiszen már a mi létszámunkkal fix, hogy ebből lesz valami. Próbálok majd a, a proffal is egy ilyen párszavas valamit összehozni már az elején, hogy na most mik az értékeim, és, és ebből mit tudunk levonni. Csak ilyen közértető dolgokat. És utána Utána, ha meg lenne ennek az angol felirata. Ö, ez beszéd lesz szerintem a Dáviddal mindenképp, hogy a profil szeretnél egy ilyet csinálni, hogy segítsen a szervezésben, mert ezt nem, nem, úgy kell elképzelni, mint egy őrült professzor kísérletét, aki ott ül a, a, a sarokban, és így nevet, hogy ha ha ha, itt vannak a, 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 kísérleti alanyaim, hanem ő végzi a napi tevékenységét, úgyhogy simán lehet, hogy ott sincs. Persze, 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 oké, tiszta sor. ott lesz egyébként, mert beszéltem vele ezzel kapcsolatban. Na, ja, de hogy ugye, ami, amiben rá számítottam volna, hogy erre van egy kapacitásod, hogy mindig következő nap az előző napit ö, ö, esertézni, vagy hogy persze, feliratozni, persze, feliratozom Mert neked angolul, ezt hogyne. is tovább gondoltam. Ez, ez jó lehet akár bárkinek is elküldve, hogy egy, hogy nézd meg, legyen rosszul, hogy közben beszélnék arról, hogy nálunk mi van, mi lesz és a többi és a többi elküldeni azoknak a figuráknak, tudod, akik rosszul lettek az m is férc munkától, például, illetve lebeszélni Aaronékkal, hogy nem az ő erőforrásaikat, hanem a, a nemzetközi csoportban, tudod, akikkel együtt fordítgattuk a, az angol feliratokat, át portugára, németre Aha. és a és akkor bedobni nekik, hogy gyerekek, ez lenne, a tatár nem kerget, de tök jó lenne, hogyha elérhető lenne mondjuk angol plusz egy-két nyelven. És akkor, akkor nem azt mondom, hogy dimenziók nyílnak meg előttünk, de egy picit talán tudunk adni egy kis egy kis boostot ennek az egész vizsgálatnak, az egész vizsgálat ismertségének, meg, meg tényleg annak, hogy nálunk milyen trágya domba helyzet. Jó, 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 jó. Jó, persze, szívesen. Ó, besír, ó, besír. Hát ez Előre félek, Krisztián, mondd meg, fájt a fejed? Kurvára. Ú, és én nem vagyok fejfájós. És szerinted, hogyha én fejfájós vagyok, akkor nekem jobban fog fájni, vagy ez, vagy ez Ezt... ilyen küszöbb érték, és akkor ah, semmiség a migrénes fejfájásomhoz képest? Vagy hogy... Na no, ez az, amit nem tudok megítélni neked, hogy egy fejfájós ezt hogyan fogja megélni, hogy lazán veszed az akadályokat a megszokás miatt, vagy sem, nem tudom. És mit, mit javasolnál? Én előveszem az egyes cigimet, tehát én nem merek ilyen durva, durvasággal kezdeni. Első nap elfogyasztom, ami maradt. Meg, megpróbálom elfogyasztani azt az egyes felmelt, és akkor utána belevágni egyből a, a kemény hatosba? Srófolt föl, mert igazából átlagos cigarettát kellene szívni végig, úgyhogy nagyon sokáig ne szőröz ezekkel. Hát, hát úgy gondoltam tényleg, hogy csak első nap az a fél nap, míg haza jutunk, addig valami nem tudom. Nem tudom. Hm, hm, én sem tudom. Félelmetesnek tűnik. Egyre inkább, ahogy közeledik az időpont. Én is rettenetesen paráztam előtte, és, és, és keservesen kellemetlenül éreztem magam menet közben, de hát már, már, nem is emlékszem rá, hogy milyen volt, de emlékszem. Ez, ezért írtam össze a végén, hogy milyen volt, hogy meglegyen, nehogy elfelejtsem valaha is. Viszont te tök jó, hogy videóra veszed, mert a, az én írásos beszámolomból abszolút hiányzik az a fej, amikor beleszívsz, és így, mintha citromba harapnál, és így. Én attól félek egyébként, hogy én bizt, biztos vagyok benne, hogy az leszek, cigarettázás közben mindig az voltam, hogy, hogy jött a számba, köptem, jött a számba, köptem, kusztustalan volt, de, de tudom, hogy ez lesz. Nem, nem tudsz mit csinálni, Igen. egyszerűen nem. Tehát, é, é, én szintén nagyon nem szeretem a köpködést, a nyilvános utcai köpködést aztán kivált nem, de itt kinn az erkélyen tele köpködtem. Kinn ki, az erkélyen le a busz megállóba. Nem, azért ennyire parasz nem vagyok, de hogy az egyik ágyást teleköpködtem az egy hét alatt, az a az És mit, mit mondasz egyébként arra? Igyán rengeteg vizet. Hadd méregtelenítsen a szervezeted, iszonyat szükséged lesz rá. Hát ah, igen. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Mire mit mondok? Mit mondasz arra? Ezt kezdted. Igen. Jövő héten. Én, jav, én tudom javasolni még a kettesével dohányzást is egyébként. Hát az biztos, tehát a, a melóhelyen amúgy is úgy szívtuk, hogy föl a tetőre kettőt, hármat, úgyhogy abban szerintem nem lesz talán hiba. Ja igen, ezt akartam kérni. Szerinted a videóban, mert mikor nézel, nézel egy valóság sót, tudod, senki nem nézi, aztán mégis mindenki napra kész. Nézel egy valóság sót, és este tíz előtt, ott mikor 16-os karika van, nem 18-as, akkor kiblőrözik a, azt, amikor a szájukban van a cigi és szívják. És szerinted ez kéne? Szerintem te nem vagy kereskedelmi televízió, úgyhogy nem vonatkoznak rád a, a, az olyan ilyen óvertét és ilyen-olyan dolgok, de nyilván nem szakterületem a kérdés, úgyhogy nem tudom. Azt tudom, hogy amikor a Levente csinálta a kis YouTube videóit, ő nem foglalkozott ilyen dolgokkal, beszélt és közben dohányzott, tehát... Na Mondjuk azon gondolkoztam, hogy a BBC-ben is ott volt, és, és szívták. De hát nem ja, tudom, hogy ja, ja. ott milyen szabályok vannak, meg itt. Na mindegy. Ö... Egyre vigyázz, Charlie, hogy ö, ha veszel cigit, akkor vegyél egy ilyen takaródoboszt. Mit vegyek, mert pont szaggatta? Vegyél egy ilyen takaródoboszt. Mm. Tudom, be beleteszed a cigit, hogy, a, hogy a, ha videózó véletlenül se látszódjon a Ja, én azt arra gondoltam, márkán. hogy izével ragasztószalaggal leragasztom. Hát vagy bármi, csak ne lehessen kitalálni a cigarettamárkáját, mert az, azért biztos, hogy, hogy szólni fognak. De kedves hallgatóink, örömmel jelenthetem be, hogy Csárdi összehugyozta magát. Tehát most már látom, hogy húzza az időt, húzza az időt, most már nedves agatja, nem most mindegy. Na jó van, tényleg megyek fiúk, dobjuk a vonalat. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy ö, itt voltak velünk. Jövő héten már tohányozni fogok és kurva rövid lesz az adás, egy a videó miatt, mert azt még ezután az adás után kell majd megvágni. Meg ö, meg nekem azt az egy órát kell, vagy akármennyi időt kibírni dohányzás nélkül. Dohányzás nélkül érzem, hogy ki fogom bírni, csak a nikotin ö, hiány ö, az hogy fog ö, befolyásolni, azt nem tudom még. Úgyhogy lehet, hogy jövő héten már idegbeteg, ez hát nem jó, hogy idegbeteg ebbe leszek, mint most. De, legalább egy kicsit enyhül az időjárás, tehát. remélem. Az, az előző turdus pont kifogta. <laughs> igen, igen. Mindegy. Jövő héten akkor kezdődik a szága, a sorozat. Remélem, hogy sikerül tartani, mert nem néztem még a beosztásomat, de azért itt kemény lesz, hogy éjszakából, nappalból pocs, fogok át navigálni, de igyekszem, igyekszem dokumentálni minden ezzel kapcsolatos eseményt, és akkor jövő héten találkozunk ugyanitt. Sziasztok! Hogy stílusos maradjak, Mulcomesk, noap te búna. Merge, merge. Ke? <gül> <gül> Köszi, sziasztok! sziasztok! <laughs>